Mayo, Mayo, Móni, Móni Show. Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri! Hello! Hello! Sziasztok! Jó reggel! Hello! Tudjuk, aki alszik a szomszédban, úgyhogy... Ja. Gábor, jó reggelt! Hasadra süt a nap! Igen, szegény, tegnap jöttünk rá. Igen, az egyik vágónk. Azt hittem, mindegy dél-afrikaiak. Így beszélünk itt ilyen vidáman reggel, de nem, mert az egyik vágónk. Nem, mert ők már átjöttek volna dél-afrikaiak. Gyerekek, húzzatok már ide, aludni akarunk, szegény Gábor. Ők már letépték mikor volna. Mikor van műszakban, éjszaka? Velünk együtt érkezett be. Na, tökkor éjfél. Éjfél körül, így van. Igen. Na mindegy, szóval, hogy ő van itt a szomszédban. Gyerekek, borús idő van, ezt nem vagyok hozzászokva, egy hete nem láttam felhőket. Mi van itt? Ma meg holnap fogsz látni, igen. Ákos is mondta a hírekben, tehát igen. Ha mi nem vettük volna észre, akkor Ákos nagyon rendesen Nelsprüiti időjárással kezdett 6-kor, és elmondta, hogy felhő, hőmérséklet csökkenés és csapadék várható ma is holnap. Nem vagyok túl boldog ettől. Nem? Nem, mert úgy elszokik az esőtől. Hát nem? Igen. Hát nem volt felhő az égen. De legalább UV-ból nem kapunk majd akkora dózis is, mint amit egyébként. Na jó, de hát Afrikában vagyok, süt a nap, állsz kint a napon, nem, az más, nem kell ide felhő. Hát, igen. Mindegy. Ez olyan borús őszi idő. Na mindegy. Na. Mi újság van? Jó vagy? Ja? Aha, nagyon jó. Dumázzatok egy nem kis rég találkozni. Négy órája nem négy órája már nem is találkoztunk. Igen, kicsit izgultam érted, hogy mi van éjszaka. Gondoltam rád. Két fontos dolog van, a tegnapi napról visszavezetve az egyiket mondanám. Emlékeztek még a Gáborral folytatott beszélgetésünkre. Igen. Ugye, Mr. Puliszkával. Igen. Nagyon fontos dolgokat mondott el tegnap. Elmondta, hogy ti füstben álltatok. Igen, igen, és tele vagyunk dioxinnal. Dioxinnal vagytok tele. Kérem szépen, ezt mi itt a városban nem hagyhatjuk, hogy nektek dioxinotok legyen. Fogadjátok nagy szeretettel. Jaj, Petrezselyem. Hát ezt kell rákcsálunk. Jó, úgyhogy szerintem hülyére vették most a magában. Vigyétek el, egy-egy csokor van. A biztonság kedvéért 4 kilót rákcsáljuk azért el belőle. Így van, de most egy kis probléma van. Petrezselyem a világon nem volt, ez koriander. Jó, de finom. Aha, majdnem ugyanaz. Látszatra, nézetre. Igen, látszatra. Első ránézésre. Úgyhogy ezt nektek hoztam. Elindultam petrezselyemért. Nem használnak petrezselyemet, koriander viszont mindenütt van. Ugyanúgy néz ki. Igen, hát ez a jellemzője, de ízileg más. Jó, úgyhogy nyugodtan kezdjétek el rákcsálni. Én bele fogom diktálni Balázsba, ott vagyok mellette egész nap, nem fogom hagyni, hogy megbetegedjen. Érted? Még egy falat koriandert, még egy picit, még egy csipetnyi. Na már csak ezt a pici szálat, ezt told le. Jó, mindjárt adás. 3-2, na még ez gyors. De nincs, nem ismerik a petrezselyemet? Hát én nem találtam. Voltam két boltban is voltam, ugye a szomszéd plázában van két ilyen nagy élelmiszerbolt, és mind a kettőben voltam, egyikben sem volt. Koriander viszont jobb az íze, csak van, aki ezt nem szereti. Én imádom a koriander. De is bírod? Régen utáltam, de most megszerettem. Hát most megint meg fogod utálni, ez akkora mennyiség. Biztos, nem, mert Gábor hülyére vett minket, mondta, hogy persze, tele vagytok dioxina, egyetek ilyet? Egyetek mondjuk. Megtrépálom őket most, na most átvedem a fiúkat. Mondjuk, hogy nem az a tréfálkozó. Ha valamit mond, akkor az komolyan kell venni. De veszi a lapot azért szerintem. Hát figyelj. Van, amivel viccel van. Koriander, érted. Én mondjuk azért rántott hús mellé nem ajánlanám, nem? Egy jó kis rántott hús, egy kis korianderes krumplival. Hát nem jó, nem hangzik túl jó. Gyerekek, szörnyű dolgot álmodtam. Na mi van? Hát ezért már megittam tegnap este egy pohár rozét. Képzeld el, azt álmodtam, hogy képzétek el, azt álmodtam, hogy Gangsta Zoli bejött hozzám a házba. Aha. És volt egy ilyen kis dulakodás, és kiderült, hogy amíg én zuhanyoztam, ő beengedte a haverjait, hogy kiraboljanak. És jó kép a Zoliról. Igen, és aztán én kibékültem a Zolival, de jött az apukája, és a háta mögé elrejtett valamit. Aha. És mindenki azt hitte, hogy meg akar ölni. És elővett egy ilyen tűzőgépet, és azt odaadta nekem. Aha. Elvettem a tűzőgépet, és abban a pillanatban fogott egy fegyvert, és lelőtt. Az idősebb Zana művész. Az idősebb gangsta lelőtt. Ezt támadtam, és utána már tudtam, hogy nem vagyok életben lelőtt, de még ott sertepert éltem magam körül. Aha. Ez milyen? Ez beteg. Ez nagy. Ez az. És utána jött a gangstának az anyukája, akit én nem is ismerek. És leöntött forró kakaóval és kalácsal, amivel egyébként éveken keresztül ébresztette a fiát. Reggel. Nem, utána neki esett a fiának, hogy ezt miért csinálta, és akkor én már tudtam, hogy nem vagyok, de még végignéztem azt a dulakodást ott, amit ők ilyen családi perpatvarként leszámoltak velem, hogy most miért lőtted le, de hülye vagy, nem kellett volna.
és akkor ott helyre tette Zana bácsi. És a Maja Popsista... Nem, veszekedtek, hogy hogy lehet ilyen hülye, hogy engem lelőtt. És milyen körben font módszer, nem? Idősebben gangsta, rögtön, hogy hívják, úgy állította be a dolgot, mintha elloptál volna tőle egy tűzőgépet. De bizonyára az nálad volt, és abban a pillanatban ő kapta a fegyvert, és tél. És volt több tanú is. Igen, és akár a tűzőgépet a úgy adta oda, hogy de jó, akkor mindenki felsajtott, hogy jó van, békülnek, nem akarja bántani a Balázs. Így van, békélje le a tűzőgép cserehez, ez egy nagyon szép tradíció. Érted? És abban a pillanatban páf, elővet és páf, lelőtt. Hát ez tök jó. Pedig a gangsta hozzám jött be. A lakásba, engem jött kirabolni. Uh-huh. Úgy, hogy én zuhanyoztam, és ő bejött, és én azt hiszem, hogy haverkodni akar, és közben bemásztak a barátai. És meg a Big Daddy-ek kirámolták a kettőt. Nem tudom, azok ismeretlenek voltak. Hallod? Ez nagyon furálom. De vajon a tűzőgép mit jelképez benne? Mert hogyha elszívtátok volna a békepipát, az egy dolog, de ti tűzőgépet cseréltetek egymással. És ilyen moziszerű volt az egész, mert a mozi felsóhajtott, hogy jól van, nem akarja bántani, tűzőgépet hoz. Tehát közben ezt a jelenetet nézték. Ó, jó, tűzőgép, jól van. És amikor mindenki megnyugodott, tudod, amikor a film egy ilyen kettős csavar van, hogy jó van, nem megy. Visszafordult, és akkor abban a pillanatban páf lelőtt. Na, látok. Én azt állottam, hogy a már megszűnt Alfa moziban, a Nagyvárad téren ülök a zsőjén, és rettentő szarfilmet nézek a tévében, arról szól, hogy egy televíziós műsorvezető szobájában elmegy zuhanyozni, egyszer csak megjelenik egy repcsapat frontembere, utána pedig a társai, és utána pedig a végén a repcsapat frontemberének az apja egy tűzőgéppel provokálva a lelövi televíziós műsorvezetőt, lelövi a műsorvezetőt. Nagyon. A felénél kimentem. Nagyon fura álom. Egy csomószor van olyan álmom, hogy lelőnek. És tudom már, hogy meghaltam, de még ott vagyok a tett hely körül. És nem megyek el onnan. És mind ilyen mindenlövés előtt van tűzőgép? Nincs, ez a tűzőgép, ez most teljesen jó, hogy fekete, rendes ez a harapós kinézetű. Máskor lukaszt, illetve laminálógép, tehát hogy mindig már. Tűzőgép, erre keltem, döbbenetes volt, pedig most egy hete ilyen kómaszerűen alszom, nem emlékszem semmire, de most ez jött. Tegnap volt-e valami zanára utaló jel kinn a táborban, hogy egyet, hallgattál-e gangsztát? Nem, nagyon csúnyán beszélnek, de ezen kívül semmi. Na, igen. Akkor megvan a kapocs. Nagyon sokan káromkodnak, de tényleg semmi, nem is értem, hogy itt, ha az ember adja ezeket, így hogy teszi össze, nem? Hogy lő le engem az Anna apukája? Tehát mi van, mit üzen ezzel az ember agya? Vagy üzen egyáltalán? Láttad őt egyszer valami színdarabban is? Haragszol rá? Nem, ahhoz rövid az élet. Nem akartam én magamat kínozni ilyen különböző színdarabokkal. Nem, meg hát én jobban vagyok, az Olival bírom. Nagyon furáram volt. Tegnap én műsorról írt kritikákról álmodtam, borzalmas volt, hánykolódtam össze. Kit vertél? Teljesen kész volt. Lehet, hogy tényleg a dioxin egyébként, nem egyébként tudom. Simán lehet. De akkor megmondta, itt hogy... Itt a megoldás. Igen, a koriander. Na mindegy, voltatok buszban, faluban? Voltunk, kérlek, szépen elindult a kis csapatunk, beszerveztük a buszos embert. Hát ez gyakorlatilag olyan, mint a Budapest melletti, a Szentendrei Skanzen, vagy az ország több területén van ilyen, azzal a különbséggel... Hogy itt nincs gémeskút. Hogy nincs gémeskút egyrészt, hanem van ugye egy kis falucska, és hát állítólag ők ténylegesen így élik az életüket. Na most ezt vagy elhiszed, vagy nem, hogy előtte lemette az akót a bácsi, amikor bejött és konkrétan. Beült oda a főnöki sátorba. A legjobb az első döbbenet, az nem tudom, hogy ti tankoltatok-e már úgy itt ebben az országban, hogy ti csak utasok vagytok. Van fényképp benzinkútra. Igen, voltunk, nem hittük el, hogy ez benzinkút, de igen. Nálunk is ez történt, de várjál, az emberünk nem állította le a gépjárművet. Nem, ugye? Hiszem de. Nem. Had, de, jártok. Nem tudom berobbanni, ez egy ilyen félig meddig legenda, de nem szeretik. Igen. Na, hát ő nem állította meg a gépjárművet, ki se szállt. Akkor majd egy kicsit néztünk, hogy egy ilyen résnyére leengedte az ablakot, és kinyitotta a bankkártyáját. Szerintem kicsit ketyó volt a sofőrünk, mert egy nagyon kultúrált benzinkúton álltunk meg, de járó motorral tankolta meg az autót. Az nem nyugodt az ember, ez nem jó érzés. Szerintem se oda jött. Uh-huh. A benzinkútas egy ilyen terminállal bedugta a kártyát, leolvasta, mondta, hogy be kéne ütni a PIN-kódot, emberünk az egy centis lyukon kidugta az ujját, beütött. De olyan helyen voltatok, hogy nem mert kiszállni? Vagy de nem? Hát egy teljesen korrekt, annyira jó benzinkút volt, hogy aztán nem volt semmi félnivaló. Aha. Na mindegy, így megtankoltunk, aztán fuvatott még a kerékbe, mit fújnak? Nitrogént fújnak a kerékbe, képzeljük. Nitrogént? Nitrogént fújnak, Gyula meg is fejtette, ami műszaki igazgatónk, nem véletlenül az okos, mert hogy nincs hőtágulása a nitrogénnek. És itt, aha, itt nagyon nagy hőingadozás van, igen. Hogy ez nem kell. Na, úgyhogy így kezdődött a dolog, ezután kimentünk a village-be, a Culture Village-be, ahol szeretettel köszöntöttek bennünket, és mondták, hogy amíg nem fújják meg a kudukürtöt, az jelezi majd az indulást,
addig lehet vásárolni a helyi termelőknél, meg a helyi fafaragóknál. Egyben ez a kudukkürt, gondolom, nekik is jelzés, hogy vegyék le a zakót, a farmert és a sportcipót, és öltözzenek át, mert vendégek. Tehát itt vannak. Szálljanak ki a jeepből, vegyék fel a Bushman jelmezt, igen, fogjanak meg egy láncsát, és csináljanak valamit, mert vendégek. Vegyék a fejhallgatót, az MP4 lejátszót, a most már elég a héderelésből. Igen, nekem az iPhone. Szent meggyőződésem volt, hogy a sofőrünk, miután bennünket kirakott, átöltözött, és ő volt a varázsló. Tehát tuti, biztos vagyok benne, hogy mind a kettőt nyomja. Megnéztük a termékeket, nem vásároltunk semmit, kicsit mérgesek voltak, de ez is olyan furi volt, mert ott mindenféle menő sportcuccokba ültek a helyi fafaragó művészek, érte? Igen, igen. És ott az egyik egy rinocérosz fejet próbált meg kifaragni, de megszólalt a kudukört, végighallgattuk a mondókát, hogy akkor most bemegyünk, nagy tisztelettel megkérdezzük a falu főnökét, hogy lehet-e fotózni. Adjál már. Nehogy elold a lelküket. Igen, igen. És magaddal vidd. Kisétáltunk a kis dzsungelbe, ahol megtaláltuk a falut. Az első döbbenet az volt az életünkben, hogy az idegenvezető néni hasra vetette magát a falu kapujába, és elkezdett embertelen módon óbégatni. De mit, milyen? Mert be kell kéreckedned. Nem úgy van ám azért, tehát be kell kéreckedned. Egy negyed órát üvöltözött érthetetlen nyelven számunkra, mikor a faluba megjelent egy nő, aki ugyanezt megtette belülről, ő is hasra vágta magát, aha, és viszont ordított. Jó palira vettek titeket. Nagyon csúnyán egyébként, ez már most megmondom. Ezt már halva, már most nem bánom, hogy aludtam. Na, de nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Minden, bementünk, és akkor messziről láttuk a főnököt, mondta a néni, hogy majd jön ő is, de akkor megengedi, hogy üljünk be a nagy sátrába, ahol ő él. Bemész a nagy vigvamba, vagy hát itt nem így hívják, nyilván egy ilyen nagy nátfedeles tapasztalatház. De most az, hogy ő ott él, az azért, ahogy abban a pillanatban beléptél, azért dőlt meg, mert egy kanyi semmi nincs benne, érted? Tehát egy pohár, egy takaró, egy semmi. Atyaisten, ez nagyon lehúzós. Szerintem program. Egy műtigris bőr volt, vagy mi volt, ez leopárd bőr volt feldobva egy rúdra, azt meg lehetett nézni, és ott leültünk, és a néni egy órában elmesélte, hogy hogyan éltek régen Afrikában. Uh-huh, de most már nem. Igen. Na most, mert mondta, hogy nagyon érzékeny a füle. A legnagyobb kicseszés egyébként a férfi emberrel Afrikában az a házassági intézmény, ugyanis a következő féleképpen zajlik, ez egyébként tanúságos, hogy azt mondjál, hogy az első feleségedet a család választja ki. Tehát apa. Azt hittem, hogy az első feleségedet a családból választott. Nem. Szerintem olyan is van, de ez nem az volt. A mama rábök valakire, és azt mondja, már egész kiskorban, hogy akkor ti lesztek egymásé, 12 tehenet kell adni érte. Megházasodsz, helye húja, megszeretitek egymást, elkezditek a gyereket gyártani, azt mondják, hogy családonként, illetve asszonyonként 5 gyerek az a minimum, de jobb, ha inkább 10-et csinálsz egy nővel. Most egy idő után, miután anya, az egyes anya elfárad a gyerekszülésben és a melóban, azt mondja, hogy te apa, kéne neked egy másik feleség. Nagyon szimpatikus. Ez nagyon szimpatikus, ezt ő mondja meg, hogy kicsoda. Az asszony. Aha. Az itt asszony, jön a bosszú, hoztam is ajándékot, meg nem is, ez itt az eszembe róla. Ráadásul ilyenkor az történik, hogy ő erőszeretettel választani a saját családjából, lehetőleg a testvér. Tehát, ha te a Vikivel összeházasodtál, a Viki a saját húgát fogja mondani, hogy ő a második asszony. Hát mondjuk olyan rosszul nem járnál. Én azt érzem, hogy itt azért sok év házasság után hogy válasszak már? Aha. Akkor már még azt is elveszik, hogy te válasszál. Pontosan. Hát az mi? 10 gyereket nevelsz, érted? Nálunk egész jó leosztás, ha most belegondolok. Itt lehetne választani. Azt mondjuk, rámutat, hogy ő lesz az. Igen, aha, ő lesz az, aki neked megint kell 12 tehenet adni. Majd, amikor a második is elfáradt a gyerekszülésből, és azt mondja, hogy neked még lehet egy feleséged, mert 3 feleséged lesz. És elfogytak a lánytestőrek, rámutat a bátyjára. Hogy ő a következő. Nem? Azt viszont a második feleség fogja kiválasztani. Aha. Tehát neked egy hangod nem lehet ebben az egész sztoriban, így áll össze a család. Egyébként ilyen nagyon rituálisan megvan, hogy ki hol lakik a faluban, vagy régen legalábbis megvolt. Na, ez a lényeg, hogy ezt meghallgattuk, megnéztük, lefotózkodtunk a törzsfőnökkel, aki nagyon rendesen megengedte. A törzsfőnökkel, igen. Igen, hogy oda üljünk hozzá. Aki délután a kaszinóban dolgozik. Csak fölhívnám a figyelmet. A Blackjack asztalnál. Igen, a papucsára fölhívnám a figyelmeteket. Aha. Tehát, hogy az, menőbb, mint az enyém. Az állítólag egy nagyon autentikus papucs, azt mondták, hogy ilyet hordtak már 500 évvel ezelőtt is Afrikában. Hát ez egy ilyen műanyag papucs volt. Na, miután ez megtörtént, mondtam, hogy most jön, gyerekek, az, amilyen mi tulajdonképpen jöttünk. Mert azt mondta Edith, ami tolmácsunk és idegen szervezünk, vagy idegen vezetünk, hogy krokodilus van a menüben.
azt a mindenit. Most lettetek végképp megvezetve. Na, mondtam, hogy ez aztán igen. Én azt tudom a krokodil húsról, bár soha nem ettem még, hogy állítólag hasonlít az íze meg az állaga a csirkére. Uh-huh. Csirkehúsra. Hát ez annyira hasonlított a csirkehúsra, nem csak ízében, hanem még külalakjában is, hogy ezek nagyon aranyos kis ekkora mikrokrokodil combok voltak benne. És krokodilnak mondták. Nem mondták. Nagyon jó. Ja, azt hittem, mondom, úristen, mennyire nyomorúságos program ez. Jó Isten. A tájékoztatásban az volt, hogy krokodil húst eszünk, de hát végül is nem azt tettünk, sajnos. Nyugtass meg, nem utaztatok sokat. De csak egy másfél órát. A Krüger Nemzeti Park bejárata mellett voltunk. Az nincs közel. Az nincs. Ezért elmentetek? Ezért. Hát ezt most ide kimegyünk a kertbe, én eljátszom neked. Ha tudtuk volna, hogy eljátszom. Konyháról meghozunk ilyen csirkefarhátat. Atya Isten. Igen, hát ez szerintem nagyon tipikus ilyen, igen. Ez ilyen lehúzós. Ez az. Ez a lehúzós turisztprogram volt. Turisztprogram, igen. Egyébként nagyon sok mindent megtudtunk, tehát a nő jól mesélt, meg érdekes volt a dolog, de amikor beléptünk, mi Vikivel egymásra néztünk, hogy azt most tényleg, tényleg kellett. De a képek nagyon szépek egyébként. Jók már úgy értem, hogy szépek a fények. Igen, jók a fotók, folyamatosan nézem a fotókat. Igen, egy csomó mindent felrakunk majd a Facebookra. Nyugodtan nézzétek meg. Jó, a képek hangulatosak, de látszik rajta, hogy a srácok sportautóval jönnek, beülnek, gyere, vendég van, aztán amikor elmentek, nyomnak egy kövéret, mert még a Colin McRae Rallyba a PlayStation-re még be kell állítani az új csúcsot, szóval. Igen, hát körülbelül ez volt mindegy, megnéztük, állítólag így éltek, szerintünk mondjuk annyira nem, de hát túl vagyunk az eseményen, úgyhogy... Persze, úgy gondoltuk, hogy messziről jött ember, azt mondunk neki, amit akarunk. Az pontosan az. Két nő volt még a táborban, akikről elmesélték, hogy ők azok, akik már az első, a felesége meghalt a törzsfőnöknek, de a másik kettő még itt dolgozik. Volt egy kisgyerek, aki szegény sírva rohangált, hogy ő menni akar a barátaival a játszótérre. Mert levágták a csirkét. Nem akar pénzt keresni. Engedjék már játszani. Igen. Úgyhogy ez volt a nagy túra, visszaértünk ilyen 4 óra felé, viszont még egy dolgot megmutatok neked, a dél-afrikai szervízhálózat egyik nagyszerű állomását szeretném megmutatni, ez az út szélén van, közvetlenül a Krüger Nemzeti Park bejárata mellett, ez a műhely, amit látsz. Ez döbbenet. Semmit nem látsz konkrétan, figyelj. Ez döbbenet, egy póznára, egy ilyen állványra fel van húzva egy fa lefektetve keresztbe, és egy kis faasztalon ki van írva, hogy megcsinálnak. Mit csinálnak meg? Szélvédőt javítanak. A légkondicionálás megcsinálják a kocsitban, úgyhogy semmiük nincs, tehát ténylegesen egy ott összeállcsolt faasztal van, és ez az út szélén így áll. Igen, szélvédőjavítás, tehát gondolom ez a kőfelverődés lehet, ugye? Igen. És a légkondi javítás. Ezt egyszerre egyébként. A kettő azért elég... Ez a műhely. Elég messze van egymástól. Ez nagyon jó. Az nagyon jó kép. És elég sok szakember van, mert egyszerre hárman ülnek ott egyébként ennél a nem túl nagy asztalnál. Hát figyelj, és mögöttük ott van a bozót. Pont ennyi. Semmi más nem volt, se közel, se távol, tehát nem volt műhely, nem volt egy épület hátul a bozótban, hogy azt gondolt, hogy oda begurulsz a kocsival, és ott már javítanak. Szerintem minden szerszámuk meg is van hozzá. Nagyon. Hogy a légkondit feltölts. Bennem nagyon sok bizalom van egy olyan műhely iránt, ahol nem látok egyetlen párhuzamos egyenesen, meg egy merőleges sem. Tehát, hogy így nagyon. Hát ez egy kis fabódi, de még csak teteljes sincs. Egy asztal, meg egy ilyen fareklámtábla. Tavaly is egyszer esett, minek tető arra a műhelyre. Zseniálisak. Én szeretem bennük, hogy ezt egyébként ilyen egyszerűen látják. Itt minden autónak egyébként be van törve a szélvédője, mármint azokkal a buszokkal, amikkel mi megyünk, annak mindegyiknek, a normális személyautóknak nyilván nem. De ott valahogy nagyon sok a kőfelverődés, tényleg. Régen mehet már egyébként a műhely, szerintem ez egy tradicionális régi műhely, mert hogy azon a táblán, ahol ki van írva, hogy légkondit is javítanak, már volt egy korábbi felirat, amire ráírták ezt. Az eredeti kékkel van rajta, és utána pedig feketével átírulni, utána az nyilván egy kicsit így megszívódott a napon. Nem sikerült. Hát figyelj, nagyon komolyak. Nagyon jó. Nagyon komolyak. Itt nem álltunk meg, de akár meg is állhatunk volna. A banánültetvénnyel kapcsolatosan igazatok van. Tényleg minden egyes banánfán zacsi. Na, láttátok az acskokat? Igen. Úgyhogy az tényleg megy az érlelés, azt mondta a sofőr is, hogy ezt így csinálják, hogy ráhúzzák, és akkor hamarabb megérik. Hamarabb érik, igen. Hatalmas nagy banánföldek vannak, meg avokádófák. Rengeteg. Nagyon sok. Annyi avokádófa van. De tényleg? Guacamole-ban figyelj, mi minden nap látunk, igen. Az első két nap, sőt a harmadik nap is még nagyon izgalmas volt, hogy megyünk el mellettük kilométer hosszan. Most már nem mindig nézek arra. Nem kapott fel a fejed. Avokádó, már megint avokádó.
Na, úgyhogy ez volt a túra, ami viszont mentségünk legyen szólva, hogy tök olcsó volt, fejenként 12 ezeret fizettünk, azt hiszem érte. Na, tehát, hogy úti költségek is megérik. Hát vicce, három statkó, másfél óra utazás és két darab csirke szoba. Hát, hogy elmondod. Az igazi hülye turista, érted? Menjünk, gyerekek, Culture Village, érted? Ott én azt hiszem, ezt az Editnek jeleztem, vagy a Vikinek mondtam, hogy ez lehet, hogy egy kihagyható program, de annyira lelkes, hogy minden akar nézni, ez nagyon ilyen ízű volt. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy ti abba vagytok már ki, hogy reggel fölkeltek, rádióműsor, átszaladtok, tévéműsor. Semmit nem láttam Dél-Afrikából. Mi meg már abban azért mentünk el ide, mert egyébként meg itt rohadunk el a szállodában. Figyelj, pont ellentétesen mozgunk, igen. Én pihennék a szállodában, ti menekülnétek a szállodából, igen. Bárcsak tudnék három órát aludni folyamatosan. Az idő és a távolság meg fogja szépíteni ezeket az élményeket. Feri, figyeld meg, majd egy pár évvel már csak arra fogsz emlékezni egészből, hogy egyszer valahol ettél egy egész jó csirkecombot Afrikában. Igen. Az egy összes, volt az összes, a csirkének az jó volt, érted? Nagyon csak jó csirke. Igen. A Bushman kultúra miatt nem küldeni oda senki, de a csirke, hát az nem olyan. Az nem volt rossz. Ekkora duma, gyere a skanzenba, egyél krokodilhúsz, nem? És a csirke meg vége. Itt az összes európai benyalja. Igen. Na jó van. Ma progi vagy ma pihenés van? Ma pihenő nap van, holnap megyünk. Ki kell heverni a látottak? Hát. Holnap megyünk rugerezni, és holnap után meg. Tényleg? Ma kimegyünk. Vagy nem, holnap kimegyünk. Holnap kimegyünk, és utána meg kanyarozni megyünk vasárnap, mert itt van a élet harmadik legnagyobb. Kanyarozni már én is nagyon szeretem. Úgy ebben kiabálni a kanyomba, mi bele fogunk kiabálni. Igen, jódliznék már kanyom megy. De az jó, na, az jó. Úgyhogy most majd hétfőn meglátjátok, micsoda csodák lesznek. Hát most a Krügernek a szélén forgattuk ugye a megérkezést, és azért ez egy szép helyen szeretni fogjátok. Már persze benne nem voltunk, tehát elefántokon kívül mi nagyon semmit nem láttunk. De az szép hely. Bár már látnék egyet. Csak nehogy az legyen, hogy ilyen marha egy papírmosi elefánttal két helyi elkezd rohangálni. Nem, ha szerencsétek van, akkor a nap végén elefánt. Jó, már láttam, menjünk. Igen. Tehát körülbelül ezt annyi állat van, hogy ezt tud le. Nézd, ott mi a... Nézgepebb két érdekel. Csak egy országról menjünk már oda. Tehát ilyen szinten vannak az állatok állítólag, hogy így a nap végén már egy három zsiráf, meg két elrepül ott a fejed felett, már fel sem emeled a fejed. Mikor zsiráf elrepül, azért azért repülő zsiráfot. Nem, már adjál meg zsiráf. Na, mi, hol? Na, hogy állunk játékkal? Micsoda, 3-1. Hoppácska! Dél-Afrika, Magyarország, 3-1. Hát, gyerekek. Hát ennyi. Jaj, még egy fontos dolog. Ahogy ülünk itt 6 előtt 5 perccel, csöng a telefonunk, van egy szállodai telefon, Gyula emelik. Innen föl. Tudjuk, hiszen csöngött. Igen. Hát miért ez is csöng, nem? Hogy ez nem csöng. Ja, vonalas telefon, Gyula fölveszi, idegenül beleszól, hogy good morning, hello, ezt mondta a Gyula, majd egyszer csak nagy csöndet hallok, és hallom, hogy magyarul beszélnek a másik végén. És van egyébként egy SMS-ünk is, valaki Magyarországról a szállodai telefonunkon jelentkezett fekete-fehér igen nem játékra. Nem hiszem el. Esküszöm. Miért jöttünk el? De honnan tudta? Minden úgy történik, hát ez nagy kérdés. De honnan tudta, hogy melyik a szoba? Nem tudom. Hát valószínűleg a portán elmondta, hogy a rádió stúdió. Becsörgött itt a szobában, és magyarul beszélt. Igen, be is jelöltem nagyon neked, bepirosoztam. És kérte a Stargate stúdiót, és már kapcsoltak is minket. Ez nagyon menő. Szép jó reggelt, most beszéltem az afrikaiakkal telefonon, de ez komoly. Szeretnék hármas ugrásra jelentkezni, szerintem megérdemlem, Jani a Dán. Nagyon jó. Főleg annak tükrében, hogy milyen számát kap majd. Aha, igen, meg főleg, hogy hármas ugrásra jelentkezett már most. Ha mindegy, ami... az. Jó, lehet róla, hogy tarts léci. Az még igen. 3 óra. Igen, nem sokára adásba rakunk. Mondjuk figyelj, ő elég elszánt, inkább tegyük adásba, mert ez ide jön. Tehát aki Budapesten kinyomozza, hogy melyik szállodában vagyunk, melyik szobában vagyunk, be fog csekkolni, igen, egy 8 óra múlva. Na jó, meghallgatjuk a híreket, lehet jelentkezni játékra, valaki még szeretne szépíteni az eredményen 3-2-re, jó, mert csak az lehet, vagy éppen 4-1. Írjatok SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Akkor a kamu ez. 9 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tényleg meg kéne nézni, hogy mondd-e bármit is. Van-e jelentése, nem? Hát csak talán valakit az országban, aki beszéli a nyelvét. Nem hiszem. Ezt nem, a nyelvet ezt senki. Ezt a nyelvet senki. Na jó van, játszunk, jó? 3-1-re vezetünk jelen pillanatban. A hét utolsó játéka következik, már itt is van a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. A
Halló, jó reggel! Sziasztok, Eszter vagyok Sopronból. Hello, Eszter. Ja. Eszter Sopronban. Mit csinálsz, Eszter Sopronban? Éppen most megyek dolgozni, és útközben vagyok ilyen pillanatban. Na, hát hallom, hogy nagyon lihegsz, igen, hogy rohansz a busz után, vagy sétálsz éppen? Busz megállóban, igen, igen, igen. Busz megállóban. Jól van, oké, Eszter, kivel szeretnél játszani? Szeretnék játszani. De már játszottam a héten, nem? Én is kétszer játszottam. Csak hétfőn. Ja. Csak hétfőn. Igen, kikaptam? Mi volt? Nem, te nyertél, János egyszer kikapott, egyszer nyertél, nyertem, így lett 3-1. Na jó, oké, figyelj Eszter, akkor indulunk, jó? Jó, rendben. Jani? 3-2-1, fejött! Jézusom, megijedtem. Közböltéstől. Na, itt vagy Eszter? Itt vagyok természetesen. Azt mit dolgozom? Adminisztrátorként dolgozok egy építőszerelési cégnél. Lenne kérdésem. Azt szeretném megkérdezni, na, hogy milyen ilyen hosszú ideig táma lenni a Benitől, meg a feleségettől. A feleségem itt van, hát a Benitől nagyon rossz nyilván, de minden nap beszélünk, úgyhogy próbálja az ember ezt egy kicsit enyhíteni. De rossz, persze. De amikor az ember látja, hogy jól el van, akkor kicsit könnyebb. De hiányzik. Beszéltünk tegnap is. Az anyósomon mutatta be, hogy mit tanul judon. És ott a szoba közepén földhöz vágta. Úgyhogy jól szórakozik. Imád a nagymamájával lenni. Úgyhogy jól, jól el van. Neked van gyereked? Egyelőre még nincs. Majd pár év múlva. Szépen kibeszélted, Balázs. Ennyi. Hát tehát, akarok, tudok beszélni egy percig. Persze. Kicsit félreértelmeztem a szabályokat. A rádió és a rádiózás és a vagyok forgatása között azért van időt. Ez most komolyan érdekel? Hát figyelj, lejárt az egy perc, megadjuk az ajándékcsomagot. Már megnyerted. Ennyi. Kicsit túlbeszéltem. Uh-huh. Egy ilyen laza 40 másodpercet nyomtam. Nem kellett volna. Eszter, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Jó? Nem azért mondjuk, hogy ne is kérdezz többet, mert nem, egyszerűen nem kell. Tehát ez egy perc, én nagyon rövidnek éreztem. Ügyes voltál, küldjük neked, jó? Köszi szépen! Köszi! Ciao, hello, hello! Hello! Szia! Rájöttem, olyan vagyok, mint a versenyló. Ha nincs komoly tétjeim, már csak ügetek. Aha. 3-1 volt, hát most hova pörögjek, nem? Na jó, megideologizáltam, hogy kikaptam. De nem, már nem kaptál, ezt figyelj, 40 nem. másodpercet végigbeszélni. Nagy ma, egy végigbeszéltem. Nem kis teljesítmény ezen az égtájon. Igen. Akkor most visszamentem a szamár háta mögé? Aha. Hát igen. Hát most, ugye? Igen. Most esélyem lett volna pónira föllépni, de nem. Nem, te most levetetted magad a nyeregből, hogy elmenj az abrakosta visznyájét. Igen, már 4 láb alatt közelébe se vagyok. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Hát ezt épp hogy csak le tudtam nyelni. Ugye? 7 óra múlt 9 perce, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Már nem is 9 perccel, hanem 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Ugyanúgy megy az idő, mint otthon. Ez többenet, nem? Ha kicsit vársz, akkor mondhatsz mindjárt 11-et. A 9 után a 10 jön, gyerekek, elképesztő. Na nézzük a közlekedési híreket. Drága fotók készülnek Csornán, a Győr felől érkezőket mindig Gina küldte nekünk. Aztán trafi az M3-as 221-es kilométerénél, szürke Seat, Budapest felé, itt még sosem álltak ki, ez Bazsi küldte nekünk. KST 611 a rendszám. M3-as 221-esnél még nem álltak ki soha. Hát most akkor ott is ott vannak. Csornán ott van, igen, a kis fehér Seatunk, ez az előbb is mondtam, most is mondom, Geri küldte nekünk. És Hegyeshalom felé a 142-es kilométernél a Lébényi lehajtónál ma is mérnek a rendőrök. De csomó fix hely van most, így azt van. Nézem. Olyan, mint a tegnapi SMS-eket olvasni. Azt én is láttam egyébként. Ugye ez a Lébényi lehajtó, a Csornai, a M3-as trafi, ezek ugyanazok. Itt láttunk már trafit, vagy láttatok már trafit? Kiírva láttuk, hogy van, tehát a táblát én már láttam, de magát a készüléket nem. Volt, az egyik szerkesztős ezt mondta, hogy egy ilyen nagy mamma, ott ült egy ilyen kis kirakott ilyen kis trafi mögött, és ott méregetett, igen, egy ilyen civil autóval. Ő vagy a hivatásos volt? Hát, ő hivatásos. Úgy, ugye? Ja, úgy. Igen, ezt így nem tudom, de állítólagosan van.
van. Ami nagyon kemény egyébként, amit te meséltél tegnap, ez a stopptáblás sztori, hogy van ugye két út, egy útkereszteződés, és mind a négy helyen van stopptábla. Óriási. Tegnap tovább mentünk ezen az útvonalon, volt a főút, volt egy lekanyarodó út balra, ami még nem volt kész, mert egy benzinkútba ment bele, uh-huh. de a benzinkút nem nyitott meg, tehát lezárva, ott is meg kell állni. Na ezt nem. Mondom, hogy ugye, az, ha egyenrangú útak kereszteződnének, akkor az még érthető lenne, hogy kirakják, mert egyszerűbb, meg van egy-két ország, ahol ezt csinálják. De földutakra is kirakják a stopptáblát, és közben neked, aki kereszteződ a földutat, kirakják neked is a stopptáblát, ahol három mamont átmegy egy traktor, meg áthajtanak három tehenet. És mindenki meg is áll. És megáll. Rendesen megáll. És látsz, is neked ugye jobbra vagy balra egy ilyen erdőbe bevezető ilyen kerékpárutat. És a csávó nullára lassít, megáll, benéz a kerékpárútra, néz, majd elindul. És ugyanezt csinálja a szembejövő autó. Úgyhogy keresztbe ott még autó nem ment soha. És döbbened. 300 méter múlva ott a következő. És ott a következő. És négy stopptábla. És nem érted. Picit túlszabályozott a dolog. Mint ahogy egyébként ezt az élményt közösen éltük át Zsüllel pár nappal ezelőtt, ugye hát mi oldschool gyalogosként megindultunk a közeli hipermarket felé, hogy én vegyek magamnak öblítőt, mert már untam nagyon a tusfőrű illatú az utcaimat. Illetve Zsüli szeretett volna másolni magának valami kis cukros folyadékot. Elindultunk, ott van a gyalogátkelőhely, látjuk, hogy piros a lámpa, jó, megállunk, mert ha piros, akkor tilos, ezt már ugye régóta tudjuk. Zöld a lámpa, elindulunk, piros a lámpa. Igen, ennyi a zöld. Figyeld, egyszerűen hihetetlen, hogy nem érsz át, pedig azért szaporán mentünk, tehát egy ugye olyan forgalom van egy Nesprouitban, hogy az ember már attól, már a látványtól pánikrohamot kap, hogyha gyalogos. Odaértünk, mondom, a zebrához. Oké, okay, zöld, megindulunk, de iszkiri, és a felénél már pek, piros. Ennyi. Felvettük egyébként videóra, tehát hogy van is róla core dokumentum, egyszerűen nem mondhatni az itteni közlekedést gyalogos barátnak. Hát ennyi, de mondom, hogy enyhén szólva sem. Mert hozzá figyelj. Van szokva, hogy a gepárd. Aha, meg a gazella. A gazella két ugrásból megcsinálja. Na ő meg, de hogy neki menekülnie kellett évezredeken keresztül, érted? Vagy a gepárd jött, vagy az elefántcsorna, és akkor ő fut. Tudja, hogy van egy rés az elefánt csordában, ott át tudsz futni. Ugyanez van a közlekedés. Figyelj, itt is. De ráadásul az autósok, mármintha dudán tartanák a kezüket, abban a pillanatban, hogy látják, hogy nem érsz, ne, és érted, tolja meg, mint az állat. Agresszíven nyomják, igen. Egyszerűen érted. Én nem tudom, ki lőtte be ezek a lámpákat, ugye a budapesti lámpáknak a beállítását is sokszor éri kritika egyébként ebből a szempontból, érted? De hogy itt ezt kilőtte be, meg hogy mire, mert érted, Usain Bolt biztos, hogy átél. De mi nem. Mi nekünk nem nagyon sikerült. Azt hiszem, csak Budapesten vannak ilyen lámpák. Figyelj. Ahol ki akarnak szúrni egy gyalogossal, és ott dudálnak ennyire agresszíven, de nem. És amikor ráadásul van egy ilyen kis várakozó sziget, ugye, mert hosszabb, ugye több sávon kell áthaladni, és akkor gyakorlatilag a két lámpán mész át, 10 perc alatt átjutottunk. Körülbelül. Megrekedsz a közepén egy 8 perc, és utána vész tovább. Úgyhogy visszafelé kommandó volt. Mindenhol átszaladtunk, tehát nem bockodtunk, nem vártunk meg a zöld lámpákat, mert egyszerűen egy ilyen Mission Impossible volt az egész. Na, hát nem ütöttek még el, Zsül? Majdnem mi. Egy máshova kell lenézni. Fogni akkor kell a kezét a Zsűlnek, igen. Igen, egy máshova nézel, amikor elépsz a járdáról, ugye? Tehát nem a jobbra nézek, balra nézek van, hanem a balra nézek először. De akkor mi ez a gugyír felület a homlokodon, ha nem ütöttek? Igen. Na, egy érdekes adat, amiről mi is tudunk beszélni, mert szerintem sokan jártak hasonlóképpen. Egy felmérés szerint egy nagyvárosnyi ember felejti a mobilját a londoni taxikban. Ezt egyébként egy biztonságtechnikai cég csinált ezt a felmérést, és a brit főváros taxijainak hátsó üléséről az év végéig megnézték, hogy hány elhagyott mobilt szednek össze a sofőrök. Kiderült, hogy 200 ezer elhagyott mobiltelefont szednek össze, és ráadásul kiderült, hogy a mobilok többségét semmilyen biztonsági kód nem védte. És nem csak mobiltelefonokat hagynak egyébként a taxikban, hanem felfújható banán, ezt nem is értem. Hogy? Micsoda? Felfújható banán. Azért azt az ember nem észreveszi, amikor kiszáll az autó, hogy hol van a banán. Tehát a felfújható banán, ha azzal száz meg. Nem volt felfújva. Ja, igen, nem mondjuk, az is volt ereszem. Kutya, egy NATO vezető aktatáskája, 400 csomag zselészcukor, és 100 ezer font került elő a hátsó ülésekről. De a 400 csomag zselészcukor, az kamu. Hát azt nem lehet ott hagyni. Nem, az nem egyszerre. Tehát vizsgálták egy évig a taxikat, és kíváncsiak voltak arra, hogy körülbelül mi kerül elő a taxi hátsó üléséről. Megkérték a taxisofőröket, hogy adják le ezeket, ugye lehetőleg ne vigyék el, de valószínűleg egyébként nem is lopják el. És összeszedegették, és ezek az adatok jöttek ki. 200 ezer mobiltelefon egy éven belül. Nagyon durva. Az egy nagyvárosnyi mobiltelefon, de tényleg. Tehát ez az nagyon durva. És a banán, a kutya, az aktatáska és a zselészcukor volt a legnépszerűbb. Na most a zselészcukor meg a banán oké, vagy a felfújható banán. De a kutyádat például hogy hagyod benne?
Hát azért azt csak észreveszed, ha egy kutyával szálltál be, nem? Hát meg hát akkor szerintem... elég csendes a jószág, ha te kiszállsz, és meg ott ül továbbra is a hátsó ülésen, nem? Hát legalább kettőt csak vakar. Az gerisztokor és a felfolytó banán mellett. Jaj, gyerekek, mondjuk, ha én ott élnék, ehhez én is hozzátennék. Én hagytam bankkártyát már autóban, nyomoztunk úgy, hogy melyik taxival jöttem, adja vissza a mobiltelefont, és hagytam Londonban a taxival. Londonban maradt a taxiban a mobilod, nem? Még mondtam is, hogy új, de jó, hogy nem itthon. Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen. Igen, vagy Prágában talán, nem tudom. Ugye, mert az ember beül a hátsó ülésre, és nekem egy csomó minden van a kezem. Én lepakolom magam mellé. Tehát én telefonálok, és amikor kiszállok és fizetek, leteszem a mobilt magam mellé. Fizetek, előreadom a pénzt, de nem veszem fel újra. Így a fizetés az nálad meddig szokott tartani? Tehát ez egy hosszú órás folyamat, amíg ezek... Nem, én kártyával fizetek általában, és ha neki nincs ez a lehúzója, vagy ki kell szállni a csomagtartóba, tudod beüzemelni, akkor az legalább 2 perc. Aha. Na, az alatt elfelejtem. Ja, ennyi. Tehát az alatt elfelejtem, hogy leraktam a telefon. Az a baj, hogy túlságosan sokszor vitték már utána a mobiltelefonodat, hogy ott hagytad, és ezt egy picit tudat alatt megszoktad. Meghagyod, és szinte már várat, hogy tesztelem a taxisofőröket. Sebestyén úr, a mobilja itt hagyta, és itt van ez a sok zselisztukor is, meg ez a felfújható banán. Ugye, tesztelem a taxisofőröket, hogy utánam hozzák. Hagytatok már valamit taxiban? Még kulcsot egyszer, de azért, mert véletlenül kicsúszott a zsebemből, ugye ilyen nem farzsebbe tettem, hanem az első zsebbe, és ahogy ott ültem hátul, akkor ilyen lazább nadrág volt rajtam, az kicsúszott. Figyeljetek, megmondom őszintén, én kényszeresen szorítom magam az a kis táskámat. Ez hogy kirabolnak? A taxis. A taxis elvesz valami. De elől ültök, vagy hátul ültök? Hátul. Most már hátul. Most már hátul, most már egy jó ideje hátul, viszonylag kevésebbet kommunikálok, már így passzív módon, mert hogy korábban sem akartam. Igen, érezték ők szerintem. Ők, de ennek ellenére azért voltak bátor kevesek, illetve inkább sokak, akik viszont szerettek volna, én meg nem annyira, csak hogy mostantól hátul vagyok. Van, aki elölül a taxiban? Én szeretek. Elölülök, ott nekem nagyobb a hely. Így van, hát kettő, ki tudod nyújtani meg, a lábad. Így van, meg szeretek dumcsizni velük. Komolyan. Uh-huh. Én szeretem megtudni, mi van a taxis kollégával. Énkor volt már olyan, a sofőr most? Hátra ült. Hogy akar a franc beszélget. Húsolják, már utazunk, én vezetek, nem akarok tudni. Úristen, ez rákodzik, megint így zsibbasz. Nem, de általában őkkel. Tehát előre ülsz, és tök érdekes, mert ott is van kétféle taxis, van, aki akar beszélgetni, az ugye elkezdi, ha nem akar ő maga beszélgetni, tehát én nem nyomulok, hogy akkor beszélgessünk, amíg mit elérünk valahová. Vagy hogyha ő olyan, hogy nem akar beszélgetni, akkor csendbe elüldögélünk. Néha így megszorítom a zombját. Itt is előlülsz a buszokban egyébként? Itt elől, hát. Tényleg? Persze. Ilyen első ülés már nyers? Első, én szerettem a veszélyt, az anyós ülést, itt az különösen izgalmas. Jobb, ha nem látod, hogy vezetek. Egyébként igen. Na, ahogy tegnap is mentünk, nagy kamion előzések voltak, és úgy van megoldva az út, hogy van a két sáv, amin közlekedsz, és mellette van egy-egy leálló sáv, ahol, legalábbis ahol mi mentünk sárgával. És elkezdi előzni, a tegnapi sofőrünk az nem volt egy nagyon penge csávó, így óvatosba pakolgatta a sebességeket, általában mindig rossz fokozatot választott, tehát alig húzott a kocsi, amikor kettesbe kellett volna menni, ő négyessel előz, mert biztos kiment a kamion mögé, és így látott, hogy jön szembe a másik kamion, mondott. Valamit csinálnak. Kicsit bele kell nyúlni. És akkor a kamionosok rendesen lehúzódnak, mi meg áthussantunk közötte. Tehát neki például lett volna mit mondanom, csak nem értettük egymást. Ez a NATO vezető aktatáskája azért az érdekes. Aha, elég nem? Komoly NATO vezető lehet, nem? Tudod? Volt hozzá egy lánc, meg egy balkéz? Ez hogy kell? De nem volt benne semmi fontos egyébként, egy alma, egy szendvics, és meg egy piros gomb. A nukleáris rakétafejek indítók. Igen, három darab kód, igen, és egy piros gomb, amit az ember megnyom. Na járunk utána, telefonáljanak nekünk taxisok, hogy a magyar ember mit hagy a taxiban, ugye vannak a sztereotípiák. Van a telefon, a pénztárca, a mit tudom én, kulcscsomó, ugye nyilván ezek a leggyakoribbak. De számomra mindig meglepő, amikor az ember a saját gyerekét hagyja ott valahol. Ugye, olyan is volt, hogy valaki elfelejtette elvinni óvodába a gyerekét, és elment vele dolgozni, úgyhogy a gyerek ott ült a hátta mögött. Hogy telefonáljanak már taxisofőrök, hát ha hagytak gyereket az autóban, vagy élőlényt az autóban, kutyát, bármit, nem? Mert a telefon a sztereotíp, tehát az mindenki igen, meg az kicsi, az oké, de az ilyen nagy tárgyak, azok mindig izgalmasak. Nekem volt egyszer egy zenekarom, az egyik gitáros a komplett felszerelését hagyta ott, a taxiban, amit nem értettél, mert taxival jött koncertre, de az volt, hogy ő már melegített a kocsiban a közelgő hangversenyre. Kiszállt, megköszönte, kifizette a taxisnak, így nézett, de neki már mindegy volt. A haveromnak bejött a koncert, és mondtuk, hogy Sanyika, ezért tud. Sanyika, akkor pakoljál ő. Miért nem ti hoztátok? Nem mondom, te hoztad.
basszus, az a kocsiban van. És akkor kiment, de már nem volt ott a taxis. Mondjuk azt, hogy őt se értem, mert ő segített bepakolni egy erősítőt, meg egy gitárt. Hát ezt megszokta. Ja, hogy van, jó, a roldolás, meg a piálás, érted? A ritmus meg úgyse szokta soha tartani. Nagyon komoly. Hát igen, például a Bodzoli nyilván hagyott már maga után a taxiban időnként egy-két szalamandrát, tarajos gőtét, leguánt, ilyesmit, és ez még jobbik eset, igen. Örüljön a sofőr egy kicsit. Örüljön a sofőr, igen. Érdekes, érdekes dolog egyébként, hogy tényleg miket találhatnak a taxisok. És ilyenkor mi van, hogy ők azt leadják? Vagy le kell nekik ezt valami, vagy ha nem jelentkezik senki, akkor az övék? Nekik azért nagyon könnyű utána mennének a dolognak, mert ő tudja, hogy, hogy mikor volt a fuvar. Na jó, de azt mondja, nem találta meg. Na, itt nincs. Á, most egy lekódolt telefonnal tud valamit kezdeni, ki tudják azt ütni, hogyha le van védve a telefon. Na, telefon. Te jó kis műláb, ez még jó lesz valami. Hát, ha egyszer. Vagy van egy ilyen taxis gyűjtőhely, mint a BKV-nak, egy ilyen találtárgyak, és lehet, hogy ott 600 telefon, 400 laptop, és ugyanúgy gyűjtik valahol. Szerintem biztos be lehet vinni. Igen? Taxitársaság központjában csak van egy szoba, ahol így állnak bent a találtárgyak. Itt van Orsi, aki taxis. Orsi, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, beszéltünk már. Jó reggelt, de jó női taxis. Női taxis, igen. Beszéltünk már valamikor, mikor? Beszéltünk már, utaztunk is már. Hát, közlekedési hírekkel kapcsolatban többször beszéltünk. És... Melyikünk utazott veled? A Jani. Lőrincről. Nagy fuvar volt, mi? Akkor még az előülős fázisában volt, vagy akkor már az anticocba nyomta és hátra ült? Előült, azt mondta, hogy nem fél. Jó fej előre voltam, vagy rossz fej? Lehet őszinte? Na, jó fej voltál. Elég messze. Kicsit sokat beszélt. De lenyűgöző, vagy csak elmegy kategória? Gyakorlatilag folyamatosan, igen. Kicsit taxisnak nem akkor vagy jó fej, ha sokat beszélsz, hanem a jó a fuvar. Tehát ha Lőrincről átmész az egyik utcából a másikba, az nem jó. De ha Lőrincről átmész Óbudára, akkor jó fej vagy, mert ez egy jó fuvar. Az még az időszakon volt, amikor mondtam, hogy kicsit korábban számjuk ki, meg kiszámoltam a pénzt. Jó fuvar az, amikor jó borravalót is adnak a végén. Na tessék, valljál, János, milyen volt? Megszort? Igen, adott rendes borravalót. Ez nem olyan volt. Szerintem kevered valakivel. Biztos, hogy érde volt, és összekevertem a címletek. Na, Orsi, miket hagynak a taxiban az emberek? Vagy te miket találtál már, ami mondjuk téged is meglepett, vagy hirtelen nem tudtad, hogy ki hagyta ott, vagy hogy került oda? Hát, amit ti is mondtok, rengeteg telefon, rengeteg szemigazolvány, rengeteg személyes irat, aminek pontos, tehát minden taxitársaságnál pontos menete van, hogy hogyan kell visszaadni az utasnak, tehát jelezni kell egyszer a diszpécsernél, hogy mit hagytak benne az autóban, ha nem jelentkezik érte az utas, akkor be kell vinni a központunkban, és akkor utána ők értesítik az utast, hogy itt maradt a dolog, és szeretné átvenni, illetve hát, hogyha azonnal jelentkezik, akkor természetesen visszavisztük nekik azonnal. Van egy ilyen központi gyűjtőhely, ahova ti ezeket gyűjtitek, mint a BKV-nál a találtárgyak? Nincsen, mindenkinek a taxitársaságánál van a leadott tárgyaknak a helye, úgyhogy hát rengeteg sál, sapka, kesztyű, ugye most jönnek a téli hónapok, nem figyelnek az emberek, nem... Azért most na már most tényleg egy ilyen kötött sapka, ha bennmarad, akkor az elkezdtek nyomozni egy 300 forintos kötött sapka. Nem. Mi nem nyomozunk. Ha tehát ti leadjátok, ha az utas telefonál, akkor ott megvan. És mi van azokkal a tárgyakkal, amit leintett utas hagyott? Tehát, az egy kicsit nehezebb történet, mert általában nem tudják az emberek, hogy milyen taxit intettek le, úgyhogy azzal ugyanezt történik természetesen, aztán hát, hogy utána mi lesz a sorsa, azt nem tudjuk, mert bevisszük, leadjuk, és akkor hát remélhetőleg meg. Nincs ilyen, hogy mit tudom, hogy a találtárgyakból karácsonykor húztok, és akkor átadjátok egymásnak, ilyen nincs, hogy... Nem áll, Orsi, megint sapka az iskoláján. Ne adjál már, mékes sapka, és akkor átadjátok egymásnak. Igen, Orsi, figyelj, annyira papás, tatás, ez az írha kesztyű, igen, nem akarod te esetleg, olyan jó. Igen, egy évig nem jelentkezik senki. Igen. Életben lép a találás. Mi volt a legkülönlegesebb dolog, amit a taxis talált? Mert itt egyik hallgatónk már írja, hogy állítólag ismerős csaja azt a kis kedves eszközt, amit így saját szórakoztatásra szokott használni, azt hallottam én is ilyen urbán legendeket egyébként, de ami valós és tényleg megtörtént, az én párom 27 éve taxizott, és ő most jelenleg kamionos, de
de mesélte, hogy volt neki a 80-as években, hát ugye akkor még nem volt telefon, semmi, csak leintették a taxit, és leintette egy hölgy egy nagy sportáskával, és elvittette magát egy kamionos parkolóba, ahol is mondta, aha, hogy ő itt egy kis üzletet elintézne, és akkor utána várja meg, ott hagyta a táskát a hátsó ülésen, ami félig ki volt cipzározva, és egyszer csak felsírt benne egy kis baba. Úgyhogy kicsit megijedt a párom, hogy mi történik, de egyébként utána visszajött a hölgy, és magához vette. Ennél jobb történet. Aranyos a kisfiam, ő nézi a mesét velem. Édesem, ő néző, mesét néz, igen, de... Igen. És lehet, hogy kicsit bele fog szólni, de nem probléma. Mindent elindítok, Barnabás. Picit várjál, jó? Mit néz a gyerek? Milyen mesét? Chuggington. Vonatos, ugye? Igen. Az a vonatos. Úgyhogy ami jobb történet, még ennél is, amikor egy kínai házaspár elvitette magát egy kollégával, ez is egy megtörtént eset, majd kiszállt a házaspár, a gyereket ott felejtették a hátsó ülésen, de a kolléga nem nézett hátra, hazament, az volt az utolsó fuvarja, betolatott a garázsba, és hát tolatás közben hátra nézett, és ott ült egy 3-4 éves forma kínai kisgyerek. Milyen hátra néz, és a kis Xiaomi ül, és így néz rá nagy kerek szemekkel, és integet. Aztán volt, amikor komplett rendőregyenruhát találtak, fegyverrel együtt. Mert valaki átvedlett a hátsó ülésen? Elvitte magával szerintem, vagy úgy jött haza, hogy hazavitte kimosni, és ez is pont a párom volt, és bevitte a 20. kerületi kapitányságra, ahol 3 órát eltöltött ezzel, úgyhogy a végén mondta a rendőröknek, hogy legközelebb ilyet találok, akkor inkább bedobom a Dunába, mint leadjam. Igen, én például a cipőt nem értem, hát ahhoz például a mezitláb kell kiszállnod, hát azért azt rengeteg taxi. Igen? Igen, de az mezitláb is jött, tehát ő azért nem vette észre, mert éjszaka már ugye elindulnak a hölgyek magas sarkuba, egy pár óra múlva rájön, hogy ezt nem kellett volna. Aztán a kocsiba ugye lerúgja a lábáról, vagy már úgy száll be, hogy mezitláb, leteszi az ülés alá, és utána nem veszi észre, amikor kiszáll. A magas sarkú már nálam is volt. Hát, így egyebeket, hát ennyit tudok mondani. Azért a gyerek az nagyon kemény. A gyerek az a legkeményebb. Tehát az nagyon elvonnak kell lenni, nem? Ők nem szeretnék annyira. Igen, vagy megpróbáltak tőle megszabadulni. Eljöttek Kínából, és megpróbálták egy taxiba adni a gyereket. A gyerek meg nem volt beszédes, ott üldögélt egy kicsit, és örült, hogy hazaviszik valahova. Sapka, sál, kulcs, csomó, megvan, oké, rendben, na húzzunk. De gondolj le a felismerést, amikor mondjuk nem beszéled a magyar nyelvet, nem beszélsz angolul, kínai vagy, és rájössz, hogy a taxiban maradt a gyerek. Uh-huh. Szerezd vissza. Te találd meg. Oké, okay, hogy a taxis társaság jelentkezik, de hogy találod meg? Hol szálltak ki a szülők, és oda visszavitte, szóval ott szerencsés volt a történet vége, mert ott várták a szülők a gyereket. Úgyhogy... Atyaisten. Na jó, de mióta taxizol, Orsi? 9 éve. 9 éve. Nőként ez nem egy nehezebb szakma, mint pasiként? Az emberek gondolom valahogy ilyen előítélettel állnak, hogy női sofőr. Ja, hát aki előítélettel áll, az ne szálljon be. Egyszer volt életemben. Azt mondja, jó, megautóztatod. Hogy ő női sofőrhöz nem ül be. Hát mondtam, hogy én sem érzek ellenállhatatlan vágyat, hogy elszállítsam. Úgyhogy, ja, nem utaztunk együtt. Hát jött egy másik utas, aztán vele elutaztam. De egyébként nagyon különlegesnek találják, hogyha egy nő vezeti. Én imádom. Igen, itt én imádom, ha csaj mellé. Nem is a vezetés jöhetek miatt érzem az előítéletet, hanem valahogy ez egy ilyen nagyon pasis dolog, hogy az ember taxizik. Te bírod, ha csaj? Én nagyon szeretem. Igen? Nagyon kevéssel találkoztam. Nagyon kevés van, igen. Tényleg kevesen vagytok, akik tudom mondani, hogy körülbelül 5000 taxi van Budapesten, és abból olyan 50 női sofőr van. Tehát Nagyon. Egy 3-4. Nem tudom, valami pont jó. Pont az jó, hogy kicsit meglepődsz, örülsz neki, hogy nem férfi, hogy jó, de jó, hogy én nő. Nagyon furán nézek rájuk és mindig. Nagyon, nem tudom hova tenni. Nem, az vagy balesetveszés, ha egy nő mellé beül a Feri, mert rögtön George Clooney. Ezt mondom a nőnek, hogy George Clooney. Átmentek négy piroson meg az alagúton fékezések. Mivel védekezel, Orsi? Van neked valami gáspré, fegyver, baseball ütő? Hát azért egy nő sokkal kiszolgáltatottabb. Van valami, amivel tudsz védekezni?
Nincs, de jól futok, tehát nincs probléma. Az jó, vagy, na, azt hittem, hogy nőként így fel vagy szerelkezve. Tehát ezért nem kell bekapcsolnunk magunkat tulajdonképpen, ugye a taxisok nem használják a biztonsági övet, hogyha bárki megtámadná, akkor ne azzal kelljen küzdeni, hogy hogyan csatoljuk ki magunkat, hanem azonnal ki tudjunk menekülni az autóból. Se egy kósza gáspré, semmi? Semmi, semmi, semmi. Hát ezek tiltott dolgok. Hát, jó, hát jó. A Gáspér egyébként azt hiszem nem, az nem tiltott, az hordhatod nyugodtan. Jó van, menjél mesélni a gyereknek, hogy mesét nézni, mert nagyon, nagyon várja már, hogy elinduljon. Rendben. Köszi, Orsi, vigyázz magadra, ciao. Köszönöm, és jó munkát. Sziasztok. Hello, hello, neked is. Szia. Egy ember, akinek borravalót adtam. Egyébként gyerekek, írjátok fel a számát, jegyezzük meg. Igen. Hallotta mindenki, ugye? Na jó, mert ezzel is meg vagyok. Igen, mennyi melódba telt, hogy ezt elmondja, hogy igen. Hogy nem volt egyszerű leszervezni. Hogy találjuk egy olyan sofőrt, igen. 7:30 pontosan, 2 perccel, ha valaki valamilyen különleges dolgot hagyott az autóban, taxiban, akkor írja meg nekünk nyugodtan, vagy hát természetesen várjuk, hogy taxisofőrök is írjanak nekünk SMS-t, ki mit talált már az autóban, amit nem tudott hova tenni. Jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:48 pontosan. Nekem ettől mindig jobb kedvem lesz. Már jó, hát hallom énekelni, meghallom a hangját, és már jobb kedvem van. Egy kis hazai íz. Egy kis hazai. Egyébként igen, tényleg egy kis hazai. M7-es Nagykanizsa felé az 53-as kilométernél van egy 3-as karambol, ezt Massa és Attila is elküldte nekünk. És igen, ez csak a külső sávban van, ez egy kisebb baleset, nincs pályazár, de azért egy kicsit mindenki lassítson. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy most történt a dolog, úgyhogy még nincs intézkedés, nagy dugó várható. PZ írt nekünk. Mezőtúr, Túrkeve között trafi, és Keve felé mérnek a méhész tanyánál. Hoppá, ezt is megtudtuk. Gyalogkakuk üzente nekünk. Valamint az Alba vonán menetrend szerinti járata azt mondja, hogy vonattal ütközött, de jó Isten, Budapest Puszta Szabolcs Pécs vonalon minimum 60 perc késés van. Ezt Orsi küldte nekünk. Na, mi pedig ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit hagyott már taxiban, és kértük, hogy jelentkezzenek taxisofőrök, akik elmondják, hogy mit találtak az utasoknál. Azt írja egy hallgató, ez nem tudom, hogy komoly-e, lehet, hogy Anna megpróbálja visszaívni, hogy ez nem benthagyás volt, anyuka jött babakocsival. Uh-huh. Hogy tegyük fel a csomagtartóra, amikor levettem, akkor vettem észre, hogy a baba benne volt a kocsiban. Jaj! Hát figyelj, nézd, biztonságos a babakocsi, az uh-huh. anyuka ezt olvasta, ha jól lekötik, akkor a gyerek is ott marad. Igen, hívta Anna, nem éri el. Tehát fölrakadta a csomagtartóra, benne volt a gyerek? Aha, tetőcsomagtartó sín, és akkor gondolta ja. anyuka, hogy a babakocsi biztonságos, ha jól rögzítik, akkor nem lehet bőle a gyereknek. Lehet, hogy izofixes csomagtartó volt. Aha, az olyan. Atya úristen. De miért, hogy ne sírjon a kocsiban? Vagy hogy ne kell kivenni a babakocsiból? Hát, hogy bent szűk a hely, babakocsi nagy, ne kelljen már összecsukni, a gyerek alszik érte, nehogy felébredjen, persze. Szeretik a gyereket. Igen, hát ott kicsit húzat van, érted, azzal nincs baj. Igen. Azt mondja, szüzességet hagytam apu taxiában. Na. Hogy is van ez? Hát, hogy a kislány beült az apu taxiába. Lehet a garázsba. Ne gondolj túl. Ne, csak fölgöngyölítettem a szálakat, tudod saját. Apu volt a taxis? Aha. A kocsiját otthon hagyta. A kislány meg a kisfiúval mondta, hogy nem megy be apához. Na, lakásban. Inkább egy kocsi. Inkább az autóban. Apu taxiában. Veszett el, igen. Azt hittem még az SMS írója, hogy szüzesség, mert hagytam apu taxiában, de hál' Isten nem találtam. Igen, nagyon sok taxisofőr ír nekünk, hogy most mennyi ebben az arcoskodás, vagy nem, igen, hogy igen. Persze, mindenkit megcsináltatok. Mindenki, nyilván. Persze, igen. Taxibajta a szüzességét. Pisztoly, írja valaki, pisztoly talált a taxiban, nem tudott vele mit csinálni, és aztán leadta a diszpécser szolgálatom. 3 nappal később találta meg, mert hogy nem volt fuvarja 3 napig, és utána vette észre, hogy az a hátsó ülés alatt, mert az anyós ülésen hátul ott van egy pisztoly. Az milyen? Ha meg sem elmény. Hogy hagyod ott? Tudod, tehát hogy azért
És melyik az a szakma, amiben nem hiányzik a pisztoly, hogyha egyébként rendszeresítve van, nem? Tehát, hogy ez is fura, amikor ugye az előbbi eset, amikor ugye a rendőr egyenruha maradt ott, illetve maradt a pisztoly, tehát, hogy azért másnap, amikor szolgálatba mész, azért csak feltűnik, nem? Hogy nincs semmi az oldaladon, érted? Igen. Van, aki kávézóban hagyott talált pisztolyt, az északkeleti határszélnél, leszette az asztalt, amikor elmentek, és a széken maradt egy autós táska, amit a kezükön hordtak a pasik, régen megvan az autós táska. Hát az nagyon jó. Fateromnak is volt. Atya Isten, benne volt a cucc, majd megjött az ember, és visszakérte pisztolyostul. Úgy, ahogy az a régi kis autós táska, műbőr inkább, egyébként kis fül, amit felraktál a csuklódra, ugye, akkor elő egy kis pénztárcatartó, nagy cipzár. Nagyon jó, az annyira praktikus, minden jó volt az, apámnak csináltatott volt. Bőrből, igazi bőrből, öcsi saj. Igazi bőrből van? De legtöbb az műbőrből van. Igen, csak. Érted. A szortásokkal meg ugye az aktatások, amit támasztottál a gyújjaddal, hogy ne nyíljon. Igen. Egy hét után szétment az ár, és minden ember úgy közlekedett, hogy lecsukta az árat, fogta a fülét, de két ujjal mindig támasztottad, hogy ne nyíljon ki. Nem? Nagyon. Ezek ilyen klasszikus pillanatképek. Na jól van, oké. Balaton ellen 67-es úton trafia kifelé haladókat mérik, ez ebben a pillanatban jött még. Köszönjük szépen. Illetve, hogy Balázs hogy vagy képes, ha 36 fokban megfáz. Hát a légkondi csodákra képes. Igen, valószínűleg megint valahol kicsit túl klímáztuk magunkat. Jól van, köszönjük az SMS-eket, játszunk, sokan jelentkeztek a játékra, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Ádám vagyok. Hello Ádám, honnan hívsz minket? Budapestről jelenleg. Budapestről. Ott is ilyen szemerkélős, kicsit hűvösebb idő, mint itt most nálunk? Nem, süt a nap. Abszolút jó idő van. Hogy lehívtuk a szomszédba? Nem is értem. Egyébként tényleg szinte egy kerület. Nagyon jó időt mondanak. Azt hallom, hétvégi Rákost, hogy 25-26 fok akár. Igen, és erdőtűn sincsen. Uh-huh. Jó, ha minden nem jár, érted, itt is, ott is. Igen. Mondjuk, hogy olyan erdőtűz lenne, mint itt, és a lakott területekre annyira távolságban, mint itt, akkor olyan nagy veszélyben nem lennétek. Igen. Legfeljebb a dioxin, ugye? De hát valami meg ott a petrezsélye. Amit ennünk kell, ami ugye elmondta nekünk Gábor. Oké, mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Hát limuzin sofőr vagyok jelenleg. Na hát mi nem fogunk találkozni soha. Hát ha elvisznek egy ilyen bújbajszer János. De ez a klasszik legénybúcsús, lánybúcsús, kiabálós, péntek éjszakába belehasítós? Igen. Na, akkor viszont lehet, hogy mégiscsak találkozunk, ha engem kérnek. Special guest-nek. Igen. Ott azért vannak cifra dolgok nálatok a szakmában, mi? Igen, mindig sikerül egy-kettőbe belefutni, igen. Nálunk is hagytak már bent az autóba dolgokat. Nálam tulajdonképpen a legcifrában, amit bent hagytak az autóba, az egy lány volt. Amit csak pár órával rá sikerült észrevenni. De hogy beálltatok a garázsba, és nem, akkor hát kiszúrtatok, ott fekszik valaki? Úgy volt, hogy egy társaságot vettünk föl, egy születésnapi társaságról volt, és ugye hazavittem őket, és akkor végeztem. És ugye kiszálltak az autóból, nyilván ugye itt több ember van, tehát 10 voltak, kiszálltak az autóból, én nem néztem be az autóba, ők elégedettek voltak, tehát nem volt semmi gyanús. Én hazamentem, beálltam az autóval, lezártam, bementem, és reggel a párom arra lett figyelmes, hogy valaki kiabál a garázsból, hogy halló, segítség. De nem áll. És a születésnapja, tehát a fiúnak volt ott a születésnapja, és a fiúnak a barátnője, ő benn maradt az autóba, és ugye ő aludt, tehát ő nem is tudta, csak egyszer gondolom megébredt, és azt se tudta, hogy hol van, mert hogy ugye hát egy sötét garázsban volt. Ő, és ugye az autóval nem tudott kiszállni, mert ugye én lezártam az autót. És akkor a párommal mentünk, és hát az is egy érdekes dolog volt, hogy most gondold el, hogy mész haza a munkából, és kiabál valaki, és amikor a párod kinyitja, és ott van egy ilyen buliszerkóba egy fiatal lány, most azért azt magyaráz ki, hogy most mit keres ott. Hányszor mondtam már, ne hozd haza a melót. Igen, az nem szerencsés. Vagy szó nélkül letekert volna egy hatalmasat neked. Igen, ezért magyarázkodnom kellett, leizzadtam egy kicsit én is, igen. Igen. Valószínűleg a lány azért éjszaka nem volt szomjas. Azért, hogy elaludt el úgy a limuzinba, hogy még észre se vettet, és a többiek már készállt. És a többiek, akiknek nem tűnt föl. De kezdőd a barát, aki hazament egyedül, és nem vett észre, hogy nincs ott a barátnője. Szakítottunk. Igen, mobil megvan, fülüveg jéger megvan. Igen, tehát tulajdonképpen igen, tehát
De ilyenek előfordulnak. Tehát nem volt ezzel semmi baj, hívtunk a hölgynek egy taxit, és akkor utána hazament, vagy nem tudom hova ment, de tőlünk elment, az biztos. De ez egy emlékezetes. Reméljük, a taxiban nem maradt ott. Nem, hát remélem, hogy átült a taxiba aludni. Igen. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi. Beru néni, figyelj, először azt fogod hallani, hogy a két kis helyes idős ember mit csinál, figyelj. Hát, egy limuzin hátsülés. Szenderegni, picit igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ne. Hűha. Ajjaj. Nagy a baj. Még egyszer, esetleg? Igen, ugyanekkor a léptek lesz, nem hosszabb, figyelj. Ez... Megmondod. Ha ebből megmondod, nagyon jó vagy. Két ajándékcsomag. Tényleg? Kettő, jó. Egy tippem van, nem egy földrészről kapta ez a címe, nem egy földrész ennek a zenének. Hát most barkóbázunk, érted, vagy Óven bácsizunk? Nem mondhatunk semmit. Figyelj, talán... pukkansd be! Talán vagy ne, vagy gondold át, ne, hogy rossz legyen. Vagy talán még tépelődj. Az a számnak a címe. Na. Hát akkor... Ha az a címe, akkor te. Kolléga, ne aludjunk ott benne a stúdióban. Így van! Hogy? Ezt hogy? Csak mondom egyébként, hogy két ajándékcsomagot mondtunk. Igen. Aki találja. Ez az egyik kedvenc zenekarom, és nem tudom, hogy nem tudtam, hogy ez az. Nem ismertem meg. Pedig hallottam egy párszor ezt a dalt tőlük, élőben is. Afrika, így van, Toto. Zseni vagy. Hát Jenny. Ezt nem is értem, hogy fel se fogtam, hogy ez mi volt. Kié lesz a bónuszcsomag? A igen, adom. Kettőt adunk? Hát, azt mondtuk. Én megígértem, azt mondtam, hogy ha bedurrantod, akkor kettő, úgyhogy tartsuk a szavunkat. Jó, a kapárodnak adod, ahogy mondtad. Ügyes vagy, ez nagyon szép megfejtés volt, ezt kellett kapaszkodni. Ezt mi nagyon szépen köszönöm, nem voltam benne biztos, de próbált megért. Oké, Ádám, köszönöm a játékot, szépen. Vigyázz magadra, jó munkát neked. Köszi, ciao. Hello. Gyerekek, ez igen, szép. Le a kalappal. Szép volt. 5 perc, pontosan 8 óra jönnek újra a legfrissebb hírek. Mi várunk friss közlekedési híreket. Ha láttok valamit, akkor küldjetek nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt egy kicsit hűvösebb az idő, csöpörög az eső, amikor itt megjött a rossz idő, Pesten jön a jó idő. Ez még rímelt is. Na, nagyon. Ez, de nagyon. Jó vagy. Ez hát egy szabad vers. Ez egy abszolút szabad tankönyvbe vers. Tankönyvbe vele. Azonnal. Tankönyvbe. Elemezni. Így van. Tök jó Óvó bácsi lennél. Az biztos. Így kommunikálnál a gyerekekkel. Mindig csak rímekben beszélnek hozzájuk. Hogy utálnának? Szerintem gyűlölnének valószínű, igen. Na, szóval, hogy itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink is. Azt mondja, hogy M3-os Nyíregyháza felé a 27-es és a 154-es kilométerénél mérnek. Ezt Sityú küldte nekünk. Üdv az M1-es Győr felé a 142-es kilométernél, méghozzá hídnál lézereznek zöld rendőr Oktáviából. Jóska küldte. Szép napot nektek. Köszönjük szépen. Szerencs utcánál újra lassú a bejutás, a BVSC után már jól lehet haladni. Az M6-os Mohács felüli felhajtójánál rendőri és katasztrófavédelmi ellenőrzés készül, most álltak ki a szervek. Ezt Imi küldte nekünk, Imi, köszönjük szépen. Zsadányban van egy trafink, és a 67-es úton Balaton lellénél a kifelé haladókat mérik. Úgy szeretem azt a 67-es utat. Ki jár ott ilyenkor? Azt nem tudom, de ez egy nagyon szép rész, ahogy ugye elhagyod a Balatont, és elindulsz befelé tulajdonképpen, hátad mögött a Balaton, és akkor ott mész ilyen hegyes, völgyes, dombos utakon. Ez egy nagyon szép rész. Szeretek arra menni. Mentünk ott a kikeletülésnél is. Kaposvár. Igen. Most így nincs meg. Csak a Republik számban. Viszkösség, és akkor ott mész szépen tovább. Kaposvár, igen. Ez egy nagyon-nagyon szép kis rész. Nagykarizsa felé az 53-as kilométernél van egy 3-as karamból, ezt Attila küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez csak a külső sávban van, de egy picit ott mindenki lassítson. Mert hogy nagy dugó nincs, de nehezebb őket észrevenni. Gyerekek, kapunk mozgó urnát? Rendeltünk? Szavazunk? Vagy tényleg, mi van? Egyébként tényleg. Ez nekem is eszembe jutott, hogy itt megjelenne valami. Mennyivel előtte kell szólni? Teszteljük már előtt. Állítólag ma van az utolsó nap, de az lehet, hogy csak országon belül ide vonatkozik. Igen? Tehát ma még szólhatsz, hogyha te mondjuk
mint én új kígyós jövök, de mondjuk Budapesten szavaznék. A akkor... szórjunk már ki velük, rendeljünk már ide ki egy urnát. Mondjuk... Szóval ilyen lenne. Ajjaj, a fedék szavazni akarnak. Józsi, induljál a reptérre, vidd az urnát, hát a hosszú út lesz. Ha, nem? Ideig menekültünk előlük, aztán még most. Nem? Valami találjuk már ki, hát ez hogy van? Hát elvileg én csak gondolom, azt igényelni kell, ugye? Tehát nyilván van egy időintervallum, amikor neked azért azt jelezned kell, tehát így péntek délután 3 órakor megvilágosodsz, hogy akkor szeretnél, akkor azért azt nyilván nehezen tudják abszolválni. Tudjátok, mit fognak? Köszönjük szépen, főleg azt, hogy nagyon komolyan veszik az állampolgári kötelezettségeiket, jogaikat, fáradjanak be a Johannesburgi magyar nagykövetségre. Igen. Én csak eszembe jutott. Saját költségen. Ilyenkor hogy vagy? Megadom a szálloda címét és megjelennek? Hát nyilván. Ha reggel 6-tól este 6-ig lehet szavazni, neked itt kell ülni a lobbiban, és várni, valaki bejön. Nem, nyilván címet adnak, hogy akkor hova legyek szíves befáradni. Igen. Ez egy hosszabb túra lenne. Jani és szembe a 343-as, jó rugdassák meg az ajtót, mert füldugóval alszik. nagyon nehéz felébreszteni. Én tényleg mindig rugdosom az ajtódat. Nagyon jó, ha alszik, akkor rugdaljam az ajtaját. Kopogásra nem ébred fel. Nem ébred fel, tényleg. Drága kincs az alvás. Rugdalni kell az ajtót, igen. Meddig tart ez a rossz idő? Néztétek itt? Hát állítólag ma meg holnap. Ma meg holnap igen. Ilyen idő lesz? Ami azért örülök, mert ugye holnap, ha kimegyünk a Nemzeti Parkba, akkor ilyen időben nagyon jó lesz egész nap a nyitott terepjáróban ülni. De hát ne sírjon az ember, ez jutott. Hát ne, kész. És ráadásul úgy, hogy ugye tegnap olyan idő volt, amilyen idő egyszer nem volt otthon ebben az évben. Igen. Iszonyatos ereje volt a napnak, hihetetlen durva volt, de meg lehetett sülni. Igen. Kérdezi valaki, hogy milyen az égbolt itt a déli féltekén? Ék. Mi? A Kemptére? Ék. Nem, Kemptére csíkok egyébként egyáltalán nincsenek. Azt egyébként többen kérdezték, és jeleztük is nekik, hogy nincsenek. Itt hát, nincsenek. Hát nincs repülőgép forgalom, se láttál repcsit, nem láttál repülőgépet. Hát van repülők vannak. Kicsik vannak, kis repülőgéppel lehet, a nagyon gazdag emberek úgy jönnek szafarira, hogy ő nem itt száll le, hol mi, ugye, a mi kis repülőterünkön, aztán belül egy kocsiba, hanem ő egyből beszáll a Nemzeti Parkba. Én néztem egy Nemzeti Parkos térképet, és akkor vannak ezek a lodzsok, ahol lehet nagyon drágán aludni, nagyon szép helyen, és előtte legelnek az elefántok. Na most amellett van egy kis repülőtér leszálló. Aha. És akkor az igazán gazdag az oda száll le. De én itt még nagy repülőgépet elhúzni nem láttam. Fönt az égen. Hát nem, mert így nagyon nem is figyeli azért, tehát így nem mérsz ki. De hogy csíkok valójában nincsenek. Most nyilván felé nem tudja nem figyelni, hát a felhő közé lóg a fejét. Igen. Nekem szembe jön. Nyilván összeesküvés elmélet, meg nem kell benne hinni, de az érdekes, hogy valójában Magyarországon fel tudsz úgy kelni, hogy függőleges csíkok vannak egymás mellett az égen, teljes egyértelmű. Itt az elmúlt egy hétben soha semmi nem párhuzamos, mert a függőleges nem látnád. Hát hiszen. Nem, a földből indul. Az egy fölfelé is tartaló gép volt. Pontok lennél. Tudod, hogy a függőleges és a párhuzamosan mindig nagyon komoly gondjai voltak. Itt valószínűleg a hallgató egyébként az éjszakai égboltra gondol. Az gyönyörű. Az gyönyörű. Ha nincs a fényszennyezettség, mindent látsz. Ha találkozunk egyszer sötétben, akkor megmutatom nektek a délkeresztet. Nagyon szívesen, ha akarjátok látni. Jó. Jó? Mutasd meg. Olyan teliholdunk volt tegnap is, Balázs kiszörösödött és felüvöltött. Vérben forgott a szemem. Nagyon szép, ahol mi vagyunk, ott nincs fényszennyezés, és aki kicsit is ismeri a déli égboltot, nagyon szép dolgokat lehet látni. A délkereszti egyébként nem egy nagy csillagkép, de nagyon szép, és nagyon szépen adja a formát. Tehát hát gyakorlatilag négy csillagból áll a délkereszti, ugye a csúcsokat adja ki. A csúcsokat tulajdonképpen igen, de nagyon szép, és meg lehet találni, tehát megvan tulajdonképpen. Csak a teliholdnál most ugye nincs, mert az sok fényt ad. Szép. Meg itt a városban úgy világítanak, egy itt rohadt nagyon. Csillagot nem láttam még. Nagyon, én tanulmányoztam. Akarok ilyen videót csinálni, hogy lerakni mindjárt a telefont, ezt kint kéne aludni az erdőben. 3 órán keresztül ilyen timelapse videót csinálni, és akkor szépen, hogy átmegy a hold az égen. Ez nagyon jó. Igen, tud ilyet a telefonod? Gondolom nem. Az én telefonom? Mert az enyém tud, csak azért kérdezem, hogy... Kezdődik! Az én telefonom egy 3 évvel ezelőtti modell és iránymutató volt számotokra, hiszen eljutottatok gyakorlatilag ahhoz a formához, amit mi képviselünk már gyakorlatilag 3 éve, de gratulálok, hogy ti is megébredtetek. Na jó, csak mondom, hogy tudok timelapse videót csinálni, tehát, hogy akarok egy ilyen teliholdas történetet, csak az le kéne rakni kis statívra a telefon, csak hogy végigmegy az égen szépen. Legjobb fotómód? Az nekem nincsen. Ennyi. Na megint te. Még mi kérdés? Az a legjobb fotómód? A legjobb fotó az tőled kész. Egyszerre lő el 8-at, és akkor azok közül szépen kiválasztod. Tehát, hogyha nem akarod elszalasztani azt a pillanatot, ami éppen akkor történik, 8-at lő el egyszerre, és akkor aztán szépen kiválasztod, és azt mented el.
Mindegy, régi, ez már egy régi történet. Egyszerre nem tud nyolcat, egyet tud egyszerre. Persze, nem lő egyszerre nyolcat. Tudod miért csináltak, hogy nem tudtok fotózni, lőjetek nyolcat, azt válogassatok. Igen, tessék. Igen, tudják, hogy aki a minőséget választja, azt tud fotózni. Nekünk azt mondták, hogy tudjuk fotózni, fotózgassatok. Nektek azt mondták, jó van, nem vagytok annyira ügyesek, akkor fotózzál, fotózzál nyolcat. És akkor abból szépen válasz ki, tudod? Hát, hogy még az keresgélsz, hogy Isten, ez az, ami eltalálta véletlenül. Na mindegy, szóval, hogy igen, visszatérve az SMS-re, szép a déli égbolt is. Szép dolgokat lehet találni, igen. De ezt kint kell aludnunk. Ehhez kint kell aludni, igen, és hát ismerik én az égboltot. Így van, de ott leszek én is, aki segít. Bizony, meg ha mi kint alszunk valahol, ott fátyolos lesz a tekintet nagyon gyorsan. Hát főleg, nem fogunk semmi más látni. Főleg, hogy már több mint egy hete kint vagyunk. A füvet, hiszen arccal fogunk fűködni lefelé. Igen. Na, egy érdekes kísérlet zajlik Magyarországon is ebben a pillanatban. Szerintem körülbelül egy hetük van és éjjel-halnak, de önmagában tetszik a dolog, és kíváncsi lennék, hogy működőképes-e. Ugyanis júniusban nyílt meg, ami azt jelenti, hogy ezt az egy hetet már egyébként meghaladták, méghozzá a 6. kerületben egy becsületkasszás palacsintázó. A dolog azért érdekes, mert hogy amerikai palacsintára vagy óriás palacsintára lehet betérni, ugyanis az étterem erre szakosodott, és egy palacsintáért és 2 deci üdítőért annyit fizetsz, amennyit te jónak látsz. És megy a hely? Hát... Egyelőre megy. Hát basszus, nagyon remélem, hogy még 6 hét múlva is nyitva lesz. azért régen ettél már palacsintát hát, 100 forintért, mi? Elmegyek utána, Denis, szólj, hogy mikor voltam, és akkor kompenzálom, jó? Jó. Még egyszer elnézést miatt. Tess. Igen, Balázs, a Jani itt volt az előbb, és megebédett az egész család. Adjál már egy kicsit többet. Szóval ilyet elindítani gyerekek Budapesten, hát azért ez nagyon-nagyon nagy bátorság. Nagyon nagy bátorság. Mert hogy hát tudjuk, hogy működik a magyar ember, nem? Meg hogy milyen szokások vannak az étteremben. Egy becsületkasszás palacsintázó, ahol annyit fizetsz, amennyit kapsz, az maga az öngyilkosság. Legalábbis én így gondolnám. Nem mennék egy ilyen vállalkozásba belevágni. Hogy működhet ez? Bemegy a delikvens, és azt mondja, hogy ízlet, nem ízlet, 500 forint, 100 forint, vagy van egy minimum összeg azért, amennyit minimum adnod kell? Mert nincs, szerintem ők semmit nem határoznak. Semmit nem határoznak semmit meg. Semmit nem határoznak meg. És ugye itt ennek az a rákfenéje a dolognak, hogyha te bemész, mondjuk a házi asszony, aki tudja, hogy egy palacsinta mennyibe kerül otthon megcsinálni, és azt a pénzt akarod odaadni, mert akkor meg egy kicsit még, akkor te még nagyon alatta vagy, mert egy étterem működtetésében ott van a rezsi, a felszolgálóidi, a szakácsok, a bérlet. Hát rengeteg minden, persze. Tehát, hogy ez nem annyi, mintha te otthon megcsinálod azt a palacsintát, tehát többet kéne adnod. Kemény. De erről nekik ugye fogalmuk nincs. Ilyen kezdeményezések egyébként voltak már szerte a világban, és én úgy tudom, hogy nem nagyon éltek meg. Na de várjátok, gyerekek, hát ez hogy működik? Tehát, hogy én oda megyek, adok 100 forintot, és eszem egy palacsintát, tehát ingyen eszem? Hát nem előre, szerintem utána fizetsz. Kérsz egy nutellás palacsintát, meg 2 deci ízét gyömbérlevet. Ezt odaadják neked, és te ezek után fizetsz, és adsz egy 100-as. De mit fizetek, berakok a persejbe? Hát gondolom, vagy oda kell adnod, lehet a pénzt, hogy legalább lássák, hogy mennyire cseszted át őket. Mert ugye a becsületkassza lényege, hogy te ezt egy persejbe adod. Igen. Tehát, hogy nem tudják, hogy mennyit fizettél. És ha nem tudják, hogy mennyit fizettél, akkor hogy van ott pénzmozgás meg? Nehéz ügy. Meg mondom nektek, nekem a viszonyítási mert nem alap... is pénzmozgás, hanem... Aha. Hogy kapod meg? Hogy... Aha. Ugye? Értelek, de ha ezt... Most nem akarom. Igen. Jó, szerintem ezt engedjük el, tehát nem viszoljunk. Nem akarom. Igen, csak ez nem fura. Hogy például ott van az ár, hogy mit fizetsz érte. Tehát, hogy szerintem kell egy viszonyítási alapnak lenni, mert most mondjuk én tudom, hogy Miskolcon mennyibe kerül a palacsinta, mert ott voltam legutóbb palacsintázóba, de nem tudom, hogy egyébként Budapesten mennyit szoktak érte fizetni. Tehát szerintem ki kellene rakni egy árat, tehát egy ártáblázatot a falra, és akkor fölé írni azt, hogy szerintünk. Szerintünk ennyibe kerül a nutellás palacsinta, amit a Balázs rendelt az előtt. A lényege, hogy őt nem befolyásolnak. Tehát a becsületkassza lényege az, ahol te egy szolgáltatásért elvileg nem fizetsz, csak amennyi jó esik, hogy ott nem presszionálnak téged. Tehát maga az ötlet jó, bár szerintem ilyen halnak. Tessék, bemegyünk most, ki mennyit adna? Megeszel egy óriás palacsintát, és megiszol rá 2 deci. Most ne túlozzatok, tehát mindenki a reálisat mondja, amennyit valójában adna. Nem baj, ha most az kicsit több vagy kevesebb. Aha. Mennyit adná? Mert tessék, írd le egy papírra. Aha. Jó, tehát én enyém az étterem, mondjuk én működtetem, ti bejöttök hozzá. Ja, ti érted. Mindjárt. Csak kíváncsiságban. De tényleg nem ér most direkt rátenni, hogy hú, persze, hanem valójában azt írjátok. Jó?
Úgy téphetem? Persze. De mondhatjátok is az összeget, nem kell. Minden, na. Én már leírtam. Ne óriás palacsintát mondjuk. Na, hát most akkor egy simát. Azt nehezebb belőni, szerintem mondjuk a simát. Jó, az óriás sima palacsinta. Nutellás palacsinta, egy adagban kettő darab van. Kettő darab van is. Kettő nutellás palacsinta, két deci gömbérrel. Jó, okay. Jó? Én mondom az összeget, nekem megvan. Jó, nekem is megvan. Tessék. Oké. Okay. Igen. Elhiszitek, hogy ide ingyen járnak enni? Ha persze. Na. Tuti, vagy 200 forint. Megvan. Na. Kicsit sokat írtam arra a téletben. Na mindegy. Na tessék. Kinek mennyi? Nekem 1300. 1003. Jani? 500 forint. Én is 500 forintot mondok. 1003? 1003-at adsz? Nyitok egy éttermet, gyere már. Mondjuk még annak bennem az óriás palacsinta volt bennem, de igen, ez mondjuk egy ezrest adnék. Hát ugorjál be hozzájuk. Egy ezrest adnék. Fia, két deci üdítő, meg a két paller, az egy ezres. De várjátok, most nem óriás palacsintáról beszélünk. Sima, két nutellás palacsintát. Ha mondjuk óriás palacsintát adnak, ami rendesen egy ilyen nagyobb tányér, egy decilit, az mikor az adok egy ezres. Na figyelj, a strandon 300 forint egy palacsinta, srácok. És itt kettőt kaptál. De most látod, hogy mi a becsületkassza pszichológiája? Hogy nem várnak el túl sok pénzt, tehát leértékeled a dolgot. És akkor 500-at adtál, abból ő egy fillért nem keresett, elárulom. Abból meg, semmit. Abból annyit tud megcsinálni, igen, hogy egyébként holnapra megveszi az alapanyagot, de a becsületkassza miatt valahogy azért benned, hogy neki nincs szükség igazán pénzre. És én, aki aztán tényleg mindenhol még túlzó módon adok borravaló, teljesen beteges módon, én erre 500-at mondtam magamban. Mert otthon megcsinálod. Mert elkezded nézni, hogy mennyi a reális ára. Igen. Ha étterembe adsz, ott tudod, hogy automatikusan beleszámolsz egy csomó mindent. De ha becsületkassza mond, egyből elkezdesz magadnak spórolni, ez a pszichológia, hogy nem, ez nem ér többet. Ugye? Aha. Na, hát pont így működik, hogy ti nem számoltátok bele azt, ami még rárakódik. Persze, egy csomó, tehát 500-ból nem jön ki. Picit az otthoni árakból, meg abból, hogy te otthon mennyiből tudod kihúzni, így kezdesz el gondolkodni, mert azt mondod, hogy otthon se kell érte fizetnem legfeljebb valami szolgáltatás formájában, de egyébként érted, két palacsinta, megkenve egy kis mogyorokrémmel, meg mellé két deci üdítő, na ez nekem 500 forint. Aha. Jó, én mondjuk számoltam neki gázsival is, tehát haszonnal is, úgy egy ezres. Akkor háromból ugye egy volt, aki adott egy viszonylag normális összeget, ti ketten azt mondtátok, hogy ez ebbe ennyibe kerül a két palacsinta. Igen. Egyébként az még sok is, tehát ha csak alapanyagot nézünk, akkor sok, amit adtatok, de az a csomó minden, ami rárakódik, azon az 500-ason haszna neki nem marad. Én azért mondtam, hogy én csodálkozom, hogy ez a bolt még megy, mert hogy a pszichológia egyrészt... Én is navon csodálkozom. Navon csodálkozik az ember, hogy ez így hogy a fenébe tud működni. Plusz ugye? A másik dolog még, hogyha megnézitek azt, hogy például a kínálós, amikor bemész egy nagy bevásárlóba, és akkor ott vannak falatkák kitéve, ingyenesen kóstoltatás van. Egy-egy termékre a magyar mit csinál? Oda megy és teletömi magát. Most én is ezt csinálom, mert itt a szállodában minden délután kiraknak ilyen kis szendvicseket. Az más, de az ki van fizetve. Ebédem. De az ki van fizetve. Én ott ülök 3 órakor, várom, hogy megérkezzenek a tálcák, és nem értik, hogy 5 perc van, miért üres az összes tálcé, meg ott ülök a recepción, egy kis limonádéval a kezemben, megtörölgetem a számot, és úgy csak, mintha nem érettem volna meg az egészet. Ez csak azért nehéz eljátsz, mert egyedül vagyok a recepción. És senki arra nem. És jön a pali, így kirakja a szendvicseket, tudod, és így jól, amit aki jól végezte a dolgát, elmegy, hogy ez most jó lesz egy óráig, visszajön 2 perc, és semmi nincs a tányán. És így néz, körbenéz, és még egyedül ülök. És az ügyvezető állandóan kiabál a szakáccsal, hogy miért nem hozza már a falatkákat. És mondja, de értse meg, kitettem, és egyedül ülök, és egy nagy avokádó darabot van a szemszögön. És aki néz, körbenéznek az üres halmas, és egyszer csak azt hogy oda néznek, és Balázs ilyen eltelve. Figyelj, nem hiszed el, ilyen kis mini falatkákat tesznek ki, és egy óráig kint van az összes falat, most rájöttek, nem egy óráig, csak 4 óráig, aztán ott van. Igen, most rájöttek, egy kicsit később jövök, és most előrébb hozták a kitétel, de most megint megjelentem, és már látom a recepció, hogy így megrettennek, amikor meglátnak. És ránéznek a tálcára, mert tudják, hogy vége van, nem tudok ebédelni, mert nincs rá idő. És amikor így a hüvelykúját mutatja felét felfelé, az nem azt jelenti, hogy jó vagy Balázs, hanem csak egyet lehet tenni fejem. Igen, és már ki van át van húzva a képem ott az avokádó szendvics előtt, láttam a saját fotómat áthúzva. Egyébként ez milyen szimpatikus lenne, élhető lenne egy olyan világ, ahol annyi pénzt adsz a benzinért, annyi pénzt adsz a szupermarketben, annyi pénzt adsz. Hiszen van, aki többet, van, aki kevesebbet, és a kettő közé, ha belövöd, vagy nem lenne? Ilyen halna szerintem mindenki? Szerintem ez kicsit olyan, mint amikor, tehát hogyha valaki elereszti azt, hogy mondjuk egy szolgáltatás, meg legyünk most mondjuk egy picit így reálisabbak, én ilyen becsületkasszás dolgot most legutóbb mondjuk toalett tekintetében, ilyen nyilvános toalett tekintetében láttam, egy másik intézményen belül ki volt rakva egy tányér, becsületkassza, rakjál be valamennyit. Na most, ott nyilván eleresztették már ezt a dolgot, és azt mondták, hogy ez nekünk nem bevételi forrás, de ha fizetnek érte, akkor azt megköszönjük szépen, és akkor a fenntartási költségre fordítjuk.
Tehát ilyen formában szerintem ez tud működni, ez a becsületkasszás dolog, de benzinnél, aha, kajánál... Hogy a tányér tele volt 5 forintossal, meg 10 forintossal a becsület. Én láttam olyat is, hogy valaki váltott. Betett egy 10 forintos és egy 5-ös még elve. Tényleg. Nem működik, pont azért nem működik, mert ha nincs megszabott ára, akkor mindig alámész. Tehát van egy viszonyítási ára, például a toalettel kapcsolatosan egy pisi 100 forint. Körülbelül ennyit szoktak érte kérni, 100 forintot. És azt mondod, hogy 100 forint... Én már láttalak téged egy 500-as is belerakni, ott nem? Kis-kis. Hát, nagy buli volt, érted? Hát, nagy buli volt, ott muszáj volt, érted? De eztek minden tiszta levegő lesz. Tehát tudod, hogy 100 forint egyébként, akkor úgy kezdesz el gondolkozni, hogy hát nyilván az a haszon, meg az sok a százas, akkor adok egy 20-ast. És már is nem vagy a pénzednél, te, mint vállalkozó. Hát ilyen, hogy benzin, hát most mennyi a benzin? 400? 400, valamennyi, 400, 400, 400 30, 20, nem tudom most, hogy pontosan. Most mennyit adnál, de tényleg használják? Na, Bali, becsületkassza. Rohadtul ingyen tankolni a kasszuból az elmúlt 15 évért, amit én benzinre költöttem. Igen, egy forintot nem tudnék kiadni. Igen, mintha fogamat húznák. Én mínusz jövedéki adó. És akkor körülbelül. Igen, szóval hogy ezért, ezek a kísérletek mindig nagyon szépek, de hogy az esetek nagy többségében, főleg Magyarországon is, érdemes lenne megnézni, hogy más országokban működik-e. Mert ott meg lehet, hogy azért ezt eltartják, vagy megfizetik, nem? Tehát, hogy nem mersz keveset adni, mert cikinek tartod, értékeled a munkát, értékeled a karitatív jellegét a dolognak, és mondjuk eltartasz egy ilyen éttermet. Ide szerintem, amíg ez be nem zár, emberek tucatja járnak szinte ingyen enni. Biztos, mert a magyar ilyen. Ott potyázik. Valami kis pénzt adsz nyilván. Oda mész, 100 forint, potyázol, megint így, megint úgy, tehát valahogy megpróbálsz. De azt írják nekünk egyébként, hogy pár napra már rájuk szálltak, ugye? Pontosan nem ért. Készen fura, hogy június óta egy ilyen hely meg tud élni. Már csak adózási szempontból, de írják itt nekünk, a hallgatóink, igen, hogy már rájuk szálltak, és pár napra be is zártak, mert hogy a nap már megtalálta őket. Tehát, hogy... Aha. De ha nem is záratja be őket a nap... Volt már ilyen étterem, az is bezárt 2 héten belül, vagy 3 héten belül, volt valami lángosos, az 1 hét alatt szűnt meg. Nem csak jogilag, hanem pénzügyileg is szerintem ez egy nem működő modell. A jogi része az, amit most itt írnak sokan, az meg abszolút adja magát. Meg gondold el, hogy te üzemeltetőként kiadásaid vannak, mert alapanyagot veszel, bért fizetsz, és nincs bevételed. Tehát nincs igazolt bevételed. Hát erre mondjuk én is kimennék, nem? Ha most korrektül nézzük a dolgot, tehát hogy egy olyan országban élsz, ahol adózni kell. Most mit mondasz? Hogy ennyi volt a becsületkassza bevétele ma? Jó napot kívánok, ezután adózom. Mi is becsületes emberek, hogy elhisszük. Hát ez a válasz, ez nem fog. Ez nem, és ha én mondjuk azt mondom, hogy én minden nap lesütök 100 darab lángost, és kiállok a ház elé, és azt mondom, hogy dobjál be valamennyit, amennyit gondolsz. De én nem kapok fizetést, nem vagyok bejelentve, nekem nincs munkám, akkor ezt nem csináltam meg. Nem. Szerintem nem. De én szeretem a ház lakóit, és sütök nekik 100 darab palacsintát. Vagy nem várhatok el pénzt? Érte pénzt. Aha, szerintem nem kérhetsz érte pénzt. Nem, én ilyen alapon adóköteles, hogy akkor most eladom neked ezt a csokit, amit a boltba vettem? És azt mondom, hogy egy-egy százas, az után se adózom. Hát, egy után hát, nem, de hogyha... De, ez de már eladok így, mondjuk 50 palacsintát. Jó, de az már üzletszerű. Igen. Mi anyám lesütött már nekem gyerekkoromban 50 darab palacsintát. Én még nem kellett. Azóta is loksz neki. Mondjuk kedve is. Azóta számon kéri ezt rajtam. Nem fizetett ki 1980-ben a dunavarsányi palacsintákat, amiket sütött. Jó, a mákos nem ízlett annyira, de Tudosban 4-et ettél. Hát a második napon kapnál egy egészségügyi ellenőrzést. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy mi az retket keres ott nálad nagy mennyiségű felhalmozott élelmiszer, hogy sütöd le azokat a lángosokat, tehát már itt bezárnának téged, mint vállalkozó, és utána pedig szerintem a nem leadózott forintok miatt megint lenne egy nagyon jó vizsgálatod. Akkor ezt nem fogom csinálni. Szerintem ne. Szerintem se. Nem. Mert most létezik ugye... De mert hogy nem várok el pénzt. Hát akkor, de akkor is kérek érte pénzt. Tehát hogy be kell jegyeztetni magadat. De akkor a kutas is kap. Egy ilyen non-profit formában. A kutas is kap a benzinkúton, én adok neki. Akkor megvághatják a kutasokat, hogy nem adóznak. Mert ugye nem adnak, el, nem adnak el szolgáltatást, tehát nem adnak cserébe semmit. A borravalót akarták, a borravaló. No? Igen, igen. Erről beszélgettünk pár hónappal ezelőtt, hogy van ugye egy bizonyos limit, amit például az internetes értékesítést, hogyha te csinálsz, a saját dolgaidat eladod, addig nem fognak szólni, ha ezt túlléped, de nem tudom mennyi forint volt. Egy bizonyos, igen. Mennyiség. Igen, na most ugyanez van az a tipikus garázsvásár, amikor te azt mondod, hogy eladod a használt dolgaidat egy ilyen garázsvásárban, az is bizonyos összegig adómentes. Igen. Viszont ha te tehát ez már kereskedésnek hívják, hogy te minden nap lesütsz 50 lángost, és azt körbeviszed a házban, az gyakorlatilag egy üzletszerű modell, mert te előállítasz 50 lángost, és azt te odaadod embereknek, akik ezért pénzt adnak. Hát ezért kell titokba csinálni.
Igen, találkozott oda, azért felhajtott galéra. Kész a lángos, gyertek le! Volt 3 kakaós, 2 10-es itt van, oké. Jó estét, jó estét! Csak beszélgetünk. Biztosan áztató olajszag mindenhol, igen, 3 éve füstöl a kéményen, és sütöd a palacsintákat. Hát, nem életszerű. És kilószámra viszed haza minden nap a lisztet. Megy a dagasztás a lángosnak. És azt mondom, hogy ez a saját egyházam. És én egyház alatt sütök palacsintát. Aha, és aha, mi az egyház egyszer neve? Tessék? Mi az egyház neve? A Fánk. A Szent Lángos. A Fánk, igen. Tényleg. Igen, és úgy sütöm a palacsintákat. Gyerekek, de ez valami működik, hát június óta nyitva vannak. Jó, legyen már valaki. Legyen. Szerettük volna a tulajdonos megszólaltatni, csak nem mondta, hogy hallgat minket, meg szeret minket, de nem akar beszélni, mert úgy érzi, hogy ebből a beszélgetésből neki több problémája lenne, mint előnye. Nem a mi szempontunkból nyilván, nem a beszélgetésre utalt, hanem a következményekre. Tegnap egyébként őt megkerestük, elmondott nekünk néhány dolgot, hogy egy baráti társaság csinálja ezt, és ez nekik csak egyszerűen csak hobbi, tehát hogy ezen se keresni nem akarnak semmit. Aha. Egy baráti társaság, akiket a lelkesedés hajt, ők összeállták, és ezt ők szívesen csinálják. Erről van szó tulajdonképpen. Aha. Jó fedősztori. Szerintem is. De szóval egy darabig oké. Okay. Hogy így van. Jó, hát egy darabig oké, okay, de valamiből neki is be kell fizetni. Persze, persze, de lehet, hogy ez azt mondta, hogy annyi jön ki belőle, amennyi a másnapi alapanyag megvételére elég, aha, és hogy baromi sok ajánlnak ingyen enni. Tehát, hogy egyszerűen a magyar olyan, hogy vagy nem ad, vagy nagyon keveset ad. A korrektárat az esetek 2%-ában adják oda. Hát de akkor tényleg, de akkor most mit csinálsz? Az időt, energiádat adod. Hát szereti a palacsintasütést. Aha. Van ez így. Neki ez a hobbija. Na. Érted, van egy jó menő vállalkozása, nem tudom, egy ilyen számítástechnikai cég, az dübörög, ő a főnök benne, ott már neki nem kell dolgozni, és ezért palacsintát süt. Igen. Na? Boldog ember. Azt mondták egyébként, hogy ez egy külföldi példa. Ha valaki volt már külföldön, írjátok már meg nekünk, hogy ez alapjában hogy működik. Tehát, hogy ez egy külföldre átvett dolog. Ha ott állítólag bevált, itt írja valaki, megpróbálja kérek után adásba tenni, hogy Belgiumban van nagyon sok ilyen becsületkasszás hely, és hogy ezek jól működnek. Uh-huh. Tehát, hogy eltartják a boltot, megélnek azok, akik csinálják, és ott is annyit adsz, annyit dobsz be, amennyit szeretnél. Hogy mit lehet venni ezekben a boltokban, és hogy működik, ez nagyon-nagyon fontos. Mert itt ugye hát néhány próbálkozás volt, de az mind meghalt. Hát szerintem ezek azokban az európai országban működnek, ahol nincsen egzisztenciális bizonytalanság. Máshol hol? Sehol. Hát Belgium milyen helynek tűnik innen, igen, messziről. Igen. Pici, igen. Na, jött egy-két SMS, ezekkel foglalkozunk, jó? Mindjárt SMS számunk változatlan 06-745-0000, 0-0-0-0, 8:30 múlt pontosan 4 perccel, jövünk a hírek után. Morning Show. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:49 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok. Sziasztok mindenkinek. Hello. A becsület kasszáról beszélgetünk, egy érdekes kezdeményezés zajlik, ugye Budapesten becsület kasszás palacsintázó. Mondhatni navon-navon érdekes a dolog. És vitatkoztunk a hírek alatt, mert hogy Feri nagyon ellene van. Illetve pontosabban nem hiszel benne. Azt én gondolom, nem a rendszer ellen vagyok, igen, hanem nem ellene vagyok, nem hiszem, hogy ez működik. Nekem van egy haverom Hajdúszoboszlón, aki kitett egyszer egy ilyen régi széket a portája elé az út mentén, kirakott rá 3 ilyen gyönyörű virágcsokrot, és odaírta az árukat, hogy vedd el a virágcsokrot, és fizess be egy mondjuk 1000 forint egy nagy csokor virág, egy 1000-es. 5 perc múlva se a virág, se a kassa, se a szék nem volt ott. Érted? Na, csak hát a cetli, hogy igen, köszi. Balek. Most miről beszélünk? Na, csak nézzük akkor, hogy ez más országban, hogy mondja, aztán kanyarodjunk vissza egy pillanatra Magyarországra, hogy itt valójában miért nem működik, vagy miért nem működhetne ez. Azt mondja, hogy Ausztriában rengeteg helyen van utcára kitett becsület, kasszás, zöldség, gyümölcs, de rendes palackozott bor is. Persze gondolom nem ebből élnek. Németországban tapasztalta gyümölcsös bódé, eladó nélkül becsület kasszával a házak előtt, mindig a szezonális gyümikkelje, és működik, minden évben kinyit. Aztán Svájc kecske sajtot, kecske tejből készült termékeket tesznek ki, hűtőszekrény van, ott van alatta az ár, neked a látott árat be kell dobni egy dobozba, működik. Nem lopják el, nem viszik el, nem veszik ki belőle a pénzt. Németországban az út mellett van becsületkassza, virágokat lehet elvinni, a közelben szinte senki nincs, ezt Bokca küldte nekünk.
Kőszegen írják, hogy van még ilyen lekvár gyümölcsdobozban, egy kis táblában magyar és német felirattal, hogy becsületkasszás, a pénzes tálka tele volt euróval, úgyhogy valahogy az osztrák turista megfizeti rendesen forint, kevesebb van benne. Ezt így van, az működik, azt én is alá tudom írni, láttam. Ezt Miki küldte nekünk. Jó, hát láttad, amíg odana ment, aztán leváltottad az apródat, és kivettél belőle. Nem váltott, ő csak kivesz. Volt benne egy csomó siling, megnéztem, érted, egész jó áron váltották vissza, de középárfolyamon váltottam. Tök becsületes volt. Nagyon rendes vagy egyébként, igen. Szóval, hogy... Szerintem azért nem működik ez a becsületkasszás dolog Magyarországon, azért használja ki ennyire a magyar ezeket a lehetőségeket, mert közelében sincs annyi pénze, tisztelet a kivételnek, mint az EU-s országok többségén, írja Laci. Én szerintem ez nem így van. Szerintem ez rohadtul nem így van. Nem ezért. Egyszerűen ez egy mentalitásbeli kérdés, hogy hogy vagy szocializálva. Hogy nem lopsz? A svájcinak azt mondja, a svájci anya azt mondja a svájci gyereknek, hogy ha itt van, ingyen, ne vedd el. De ez nem lopás. Hát micsoda? Ha te becsületkasszából te kineszel egy sajtot, és nem teszed be a felírt árat, és nem teszel be semmit, mert azt mondod, hogy lopás. Te ezt ingyen elveheted? Hát akkor meglopod őket. Hát a becsületkassza azért arról szól, hogy valamit tegyél be. Hát ingyen elveszem, mint a becsületkasszából, az mi? A becsületkasszás helyről. És az alibizés, hogyha beleraksz annyi összeget, ami egyébként teljesen nevetséges, teljesen röhelyes. Hát, az már... ott gyakorlatilag fizetél érte, de a terméknek a töredék részét, akkor az egész sajtnak az 1/10-ét kifizetted, és 90%-et meg elloptad, akkor kicsit szebb a gyerek fekvése, de szerintem ugyanúgy az. Ez egy ilyen mentális hiányosság szerintem. Hát mert megszoktuk. Mit? Hát a szockó érában, hát valljuk be őszintén. Csak akkor de most bocsánat, hát tényleg, tehát meg. Hogy megszoktuk, hogy érted, ami ha idézél, azt érzed, hogy van egy opció, hogy hazajöhet veled ingyen is, akkor ugye? Miért? Na ezt persze, mondom, hogy szerintem ez inkább mentalitása. Nézd meg, azért a legtöbbször sokszor a kispénzű emberek adnak Magyarországon, és az utolsó forintokat adják oda, amikor mondjuk mi is összefogunk valaki érdekében, és segítünk. És persze adnak olyanok, akik jómódúak, de általában mindig a kispénzű emberek teszik össze. Ez egy teljesen működő dolog, hogy az utolsó forintját adja oda előbb, mint akinek sok van, és abból adna mondjuk egyet. Na akkor például, hogy... ki van téve a dinnye az út szélére, becsületkasszára. Igen. Te egyébként szeretnél dinnyét venni, tehát elindulsz a bolt felé, igen, ahol ugye fizetned kell a dinnyér. Itt is fizetned kéne a dinnyér, de itt nem fizetsz érte, ellopod. Ugye? Tehát most ez történik. Igen. Hogy egyébként akarnál dinnyét venni, meg is van rá a pénzed, akkor miért lopod el? Ott miért nem fizeted ki? Azért lopod el, mert megvan rá a lehetőséged, és benned megvan arra az igény, idézőjelesen mondom most az igény szót, hogy lopd el a dinnyét. Tehát az van, amit te mondasz. Igen, na velem értesz akkor egyet. Én abszolút ezt mondom. Hát ezt mondom, tehát, hogy még van is rá pénzed, és mész a boltba a dinnyér, akkor nem fizeted ki, inkább ellopod. Inkább ellopod. Tehát persze. Én ezt nem értem. Igen. Itt van egy hallgatónk, Balázs a vonalban. Hello Balázs, jó reggelt. Bauni, szavaztok, srácok! Hello! Te Ausztriában látsz ilyen becsületkasszás helyeket? Igen, mert én Ausztriában dolgozom, tehát Magyarországon élek, én most a Magyaróváron élek, és Ausztriában dolgozom, egészen közel itt a határ mellett teherautó sofőr vagyok, és nagyon sok helyen látok ilyet, tehát a zöldség, gyümölcs, idény zöldség, idény gyümölcsök leszedve kis rekeszekbe beletéve, mint egy kis zöldség árus, csak éppen nem árulja senki, mellette egy kis becsületkassa, és virágokat is ugyanígy lehet vásárolni, mondjuk azokat teszedheted le magadnak, és mellette is ott van kitéve a kis becsületkassa, és nagyon sok ember ezt használja, nincsen zöldséges egyáltalán ezekben a régiókban, virágboltot sem nagyon láttam még, és akkor ez megszokott, hogy az emberek, gondolom a vasárnapi ebédjüket úgy főzik meg, hogy előtte elmennek oda bevásárolni, és mindenki fizet, tehát becsületesen itt Ausztriában, független attól magyarokat is láttam egyébként így vásárolni, tehát én is szoktam ezt használni, és nem nagyon szokott megfordulni a fejembe, hogy mondjuk elveszem onnan a dolgokat, és mondjuk nem fizetek érte. Tehát ez itt egy nagyon jó bevett szokás, és szerintem egy nagyon jó ötlet is. És még egy marha fontos dolog, hogy akik úgy árulnak Ausztriában, ő az őstermelő, tehát ő maga termeli meg a itt dolgot, van. És te ezért tartod tiszteletben, mert a munkájának a gyümölcsét se fogod ellopni. Érted? Tehát igen, egy ilyen hozzáállás kérdés is így van, ahogy mondjátok, hogy ez hozzáállás kérdése is, hogy az eszébe jut az ember, szerintem az itt élő, ez megszokta, hogy ez egy tök jó dolog, ezt használhatja, és nem jut eszébe, hanem ugyanúgy elmegy attól függetlenül, hogy ott nem szolgálják ki, nincs pénztáros, de ugyanúgy fizet, viszont azt is láttam már, hogy egy ilyen kis széfek, tehát nem csak egy kis dobozos, hanem egy széf van kitéve, tehát szerintem azért volt már próbálkozás, hogy a kis begyűjtött pénzt valaki kivette belőle, és ilyen számkombinációt megadva tudja csak a tulajdonos
tulajdonos kivenni belőle, tehát ilyen szép jelleggel van ez megoldva, de viszont nagyon sok helyen ez működik, pedig itt van közel a magyar határszélen. Virág, zöldség, gyümölcs, mondtam, tehát sok minden. Itthon tényleg az lenne, vinnék a széfet, vinnék a széket, felgyújtanák a leveleket, rágyújtanák a házat. Azt is megbánná, hogy valamikor elültette azokat a barackfákat, amit most próbál egy jótékony kasszán keresztül eladni, nem? Igen, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy olyan vinné el. Igen, más a mentalitás, szóval egyszerűen tényleg így van, hogy és nem vagyok benne biztos, hogy olyan vinni el, akit egyébként az éjhalál fenyeget, mert nem biztos. Érted? Tehát, hogy nem gondolnám. Így van. Jó, érdekes volt, amit elmondtál. Egyébként nagyon érdekes az a látvány, bocsánat, hogy ezt mondom még, de hogy a földeken is úgy vannak, tehát, hogy a nagy zöldség, nagy gyümölcsföldek vannak, és nagyon sok ember messziről, tehát Bécsből több 10 vagy akár 50-100 kilométerről is eljönnek, nagyon-nagyon sokan, tehát ilyen 50-60 autó van hétvégente a földek mellett, és szedik a kis dolgaikat, bepakolják az autóba, és nem az, hogy hazamennek és elmennek vele, hanem elmegy először a kasszáig, na ott már azért van ember, és ezt méri, és akkor ezt leméri, és kifizeti, holott megtehetni, hogy a föld merről beül a kocsiba, és akkor már indul is haza, és akkor de jó, tele van a kocsi hátulja, úgyhogy nem fizettem érte, de ezt még nem láttam. Érdekes, de jó. Írj egy hallgatónk, hogy például a Svájcban a karácsonyfa becsületkasszás. Tehát kidobnak egy csomó karácsonyfát, ott hagyják, rakjad be, amennyit gondolsz, ugye nyilván mindenki tudja, hogy mennyi az ára, és hogy tök jól működik. Hmm. Hogy nem áll ott eladó, kiválasztod, berakod, eljössz. Nem? A szent karácsonyfát azért csak nem lopja az ember. Aha. Kivéve itthon. Nem, hát nálunk sem, most miért mondjátok, nálunk sem lopják a karácsonyfákat. Miért lopják? Hányszor hallottál már novemberben, decemberben olyan hírt, hogy a fél erőt letarolták? Konkrétan fegyveres őrök elő. Igen, én csodálom, hogy még a Vörös Marti téren nem vágták ki azt a fát. Ja. Gyere, Béla, vigyük, ha jó lesz az a kertben. Igen, basszus tuja. Na mindegy, hát ha valami ügyen bemegy. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, jó munkát neked én a Tausztriában. Én is köszönöm, örültem lettük. Sziasztok. Köszi, hello. Ez annyira jól működik, hogy én pedikűr masszást így csinálom, és így kaptam ezen keresztül Ausztriában egy nagyon jó állást, írja nekünk Zsuzsi. Németország nagy áruház, bent kifizeted a virágot, kintről elviszed, magyart láttam kettőt kifizetni, és ötöt elvinni. Ugye? Na, ugye erről van szó, hogy genetikailag ez bennünk van, gyerekek, a jéghátán is. Igazi túlélők vagyunk, idézőjelesen, hát nyilván ez nem feltétlenül jó, de hogy ez genetikai kódolás, igen. Azt mondja, hogy az őrségben lehet venni becsületkasszás rendszerben tök magolajat. Milyen jó rendszer egyébként az is. Ausztriában dolgozom, az irodában van egy hűtő, ami tele van italokkal, és becsületkassza alapján működik. Minden 1 euró. Most itt majd beraksz egy magyar helyre automatát. Gondolod, mi lenne egyébként? Németországban volt egy kajád a parkolóval együtt, annyi kávét ittál, amennyit akartál, de csak akkor, ha ott megiszod. A magyarok termosszal mentek, és meg is szüntették. Kérkezett a magyar termosszal. Mi magunkról mondjuk ezt, gyerekek. Gondold el. Tényleg, hagyd csak egy komoly mondat, hogy mi magyarok mondjuk magunkról lesz magyarokról. Azért mit gondolnak? Igen, hát és mit gondolnak rólunk? Hát más igen. Nem mondja már rólunk. Ja, legalább mi mondjuk, mi? Na, és milyen termosz volt, Jani? Mivel mentetek? Nem termosz volt. Hordó. Egy demizsor. Gyanús vagy. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát legalább jó azt olvasni, hogy ez más országban működik. Megvan a kultúrája, megvan a hagyománya, megvan ennek a becsülete. Itt szerintem azért ez egy utopisztikus gondolat, egy ilyen majd idővel belevágni. Majd idővel, 200-300 év múlva, igen. Hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Ákos, jó reggelt, hello. Jó reggelt, hello. Hello, Ákos, te is Ausztriában éltél, nem? Ausztráliában, na. Ausztrália, hát kicsit igen, messzebb van. Van egy történetem, amit itt el szeretnék mondani az ügyhöz kapcsolatban. Ez egy érdekes történet szerintem, ugyanis itt arról van szó, hogy az embernek mennyit ér meg az élete. Itt az a lényeg. Úgy kell képzelni, hogy az óceán partján van, mintha bívacsal emberek, így a magyar emberek is tudják, de külföldiek is, 2 bója, és a partner 2 zászló, ilyen sárga-piros. És közte fürödnek az emberek, tehát bárki bemehet, és ott ugye kinézik így a mentősök, a vízi mentők az embereket. Na most, hogyha te ott van a két... Igen. A két partmenti zászló és bóják között fürdőzget, meg hullámba ott el vagy, akkor ott téged kihúznak, és figyelnek rád. Na most, elég hosszabb palacot az, hát
te kijebb mész, tehát jobbra-balra, akkor ott nem foglalkoznak már veled, mert nem bírják az egész partvidéket ugye nézni, és hát neked mennyit ér meg az életed? Tehát nekik annyit dobsz be, annyit adsz, amennyit megér. Ha valaki már majdnem... De csak ha kimentettek, akkor? Csak ha kimentettek, akkor kell fizetni, vagy ha bemész a vízbe, akkor fizet? Tehát nem. Tehát oda mész a dűnéhez, egy hosszú partszakasz, és amennyit gondolsz, annyit fizet. Tehát így támogatod gyakorlatilag ezen a vízimentőknek a munkája. De nem kell, hogy kimentsenek, azt mondja, elmegyek fürdeni, és előtte bedobok 10 eurót, hogy gyerekek, figyeljetek már ott, hogy piros úszó sapkában mentsetek már ki. Aha. Neked hány dollárt ér most az életed ma? Lehet, hogy 5-öt dozza, lehet, hogy 10-et, ha tegnap előtt már majdnem megfulladtál, lehet, hogy 100-as dozza, de be akarsz menni, mert meleg van, fürödni egyet, akkor bedobsz egy 100-ast, mert hát lehet, hogy... De azért az célszerű, hogy mondjuk, ha bedold a pénzt és nagyobb címlet, akkor azért ér így a mentő kabin felé, vagy nem tudom, a kis őrbodék felé mutatod fel, ez egy 50-es, csak mutatom, ott leszek. A múlt kerékre egy dollár dobta be, akkor nagy ásítozás volt. Menteni, meg. És vajon ők így gondolkodnak? Fuldoklik, mennyit dobott egy dollárt felejtem? Hadd vigyek. Kicsit még hagyjad. Cápa? Okay. Nem baj, hadd vigyek. Igen, egy 10 perc, hogy értem megyünk, most még hadd fuldokoljon. De szép történet. Nagyon van. Megjelenek ott. Jó, ez kicsit azért a félelemre épített csúnya dolog, persze. Dobjál be, vagy megdög lesz. Ugye? Tehát azért így könnyű pénzt keresni. Veszélyes! Inkább dob be a pénzt, csak akkor mentünk ki. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Viki írta őket. Akkor nagyon jó. Nekem már tetszik. Tényleg, Viki írta a kérdéseket? Ne csinálj. Na. Így szól az első kérdés dedikált egy érolátét helyett nyakbakasztóért. Mi Fekete Pákó teljes neve? Fekete Pákó. Na. Most néztem, hogy Aluda, jó, Latide, vagy kicsoda? Aluda, így vagy! Szép, komolyan mondom, megígértem, megérigyeltem Hajdú Péter és Hedvé barátságát, és én olyan akarok lenni Pákóval, mint Hajdú Péter Hedvéjel. Nálad fog közös reggeli Pákóval, ugye sarkakat a Facebookon. Nekem közös reggeli Hedvéjel, sarkakat a Facebookon, de csináljunk már egy ilyet. Aha, közös reggeli Pákóval, és ott ülünk. Hát csak te is egy nagy, hatalmas szíval, akkor ágyban együtt akarsz majd aludni Pákóval. Édes hármasban. Igen. Mehetünk tovább? Mehetünk, szerintem, igen. Nézzük meg. Egérrelátétért így szól a második kérdés. Ki volt a Knight Rider sorozatban David Hasselhoff magyar hangja? Ja. Jó, jó, mi volt csak? Na, ez meg kell. Igen. Kis volt. Szedtik, hogy nem vagy olyan kapkodós. Forgács Péter. Aj, de ügyes vagy! Szép megfejtés. Figyelj, nagyon ott vagy. Igen. Nagyon jó vagy. Hát... Szóval sétunk. Dedikált óráért. Legnagyobb. Menne a harmadik kérdés, ha gondolod. Milyen témakör? Azt meg lehet kérdezni. Állat. Állati. Állati? Na nézzük, lehet. Uh-huh. Így szól a harmadik kérdés, dedikált óráért. Milyen állat a kudu? Hát... Figyelted az elmúlt napok. Basszus. Nem, sokat beszéltünk róla, itt egyébként eszik is, biltong formájában többek között a kudut is szárított. Elsérted egy kicsit, szárított húst csinálnak belőle, nagyon finom, gnúból, kuduból, ez egy ilyen párosújú patás tulajdonképpen, egy ilyen kis szarva van, hasonló az impalához, nem ugrál, de hogy egy ilyen kis emlős állatot, csak a helyes egyébként láttunk már képen, mikor néztük majd. Hogy melyik országban jön. Indítjuk a Boomsoftert, hát ha. Jó, figyelj, mennek az ajándékcsomagok. Tiki-taki. Boom! Még az erdőtűz is itt van egyébként füstileg, de nálam akkor se. Semmi. Egyéb kis petes. Így van. Az a rohadt dioxin. Nekem nem ad. Nálatok? Semmi. Sajnos. Nem. A szemét állat. Olyan ígéretes volt az eleje. Jó. Igen. Ákos, köszi a játékot! Én köszönöm szépen. További jó működötést. Vigyázz szép. Ciao, hello. 3, 2, 1, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nagyon helyes SMS jött.
Nem tudom, miért ennyire ellenszenves nekem ez a Balázs. Ha ilyen sokszor egyezik a véleményünk a becsületkassza terén. Paraszt a magyar. De ezt én nem mondtam. Ezt én nem mondtam. Én csak azt mondtam, hogy genetikailag van egyfajta hajlamunk a csibészkedésre. 9 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show! Ibilawa! Lafrika! Tatisere! És most kapcsoljuk Dél-Afrikát! Ez ennyi? Ők most röviden kapcsoltak bennünket. Nagyon röviden kapcsoltak bennünket óranyitóra. 9 óra múlt 13 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Javi. Sziasztok, jó reggelt. Drága hallgatók, a meleg oda ment, ide jött a hideg. Bizony. Határozottan hűvös van odakint. Gyerekek, egy a 20 fokot esett a hőmérséklet, tegnap 36, ma ilyen 16-18. Hát ezt hogy bírják itt az emberek, hogy ilyen hőmérsékleti ingadozások vannak? Kifejezetten örülök neki, mert egy rakás meleg cuccot hoztam magammal, és iszonyú frusztráló lett volna tudni, hogy, 5 kiló cuccot hoztam el, teljesen felesleges. Ja, azt hittem abban reménykedsz, hogy jön az eső, és megnősz. Igazi korrekt volt. Te csak munkatársak vagytok, vagy haverok is. Kívánom a humorodat, Bani. Jó, hogy eszük soha. Most még az jöhet, hogy és hallgassuk meg egy dalt. Janinak küldeném sok szeretet, és mindenki szereti. Hey, Jancsika, Jancsika, miért nem lehet? Atya úr! Ez hogy? Imádom a váratlanul bevitt gyomrosokat. Annál nincs, amikor ültök kávézgató, és paf, hát! És így, de lehet nekem hello. Is nyugodtan. Hello, mi van? Jó hallottam? Budakarász, közlekedünk is, Budakarász körforgalomnál a híd alatt fakabátok, áldogálnak, hát hívjuk őket rendőröknek, mégiscsak azért rendőrök már ők nem fakabátok, azt mondja, hogy a Budaörsi úton két csoport kéreget, és ott is vigyázzon mindenki, gondolom, hogy fotózás van. Az M7-esen az 53-as kilométer után Balaton felé egy kis teherautó kiütötte az első futóművét. A torlódás már elkezdődött, mindenki legyen figyelmes. Kopi és Lackó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán igen, megkaptuk, hogy a kudu baromi nagy állat, akkor amit egy szarvas. Aha, igen. Igen, de még kérdeztük, hogy mekkora a kudu? Nem, megírták, ezt csak így bemondtam, hogy okosodjunk. Szombathely 87-es út körment felé, KPM a Tecskónál. Úgyhogy ott is indítsa mindenki a korongokat, akinek esetleg nem forgott. És van még egy hírünk az M7-essel kapcsolatban, a 110-es és a 111-es kilométer között a Pest felé haladókat lézersózzák. Hú, gyerekek, most a Zsűl megnyitotta itt a Google-t, ez a kudu, ez tényleg egy baromi nagy állat. Hatalmas szarvai vannak. Szép. Láttunk ilyet? Ilyet szép látunk. Jószág, nem. Mi nem láttunk nem. Semmit egyébként. Mi gyakorlatilag semmit nem láttunk eddig az országból, de nem baj. Nem baj. De Feri a mi szemünk. Próbálkozik. Mész mindenhova. Mindenhol levesznek, olyan programokra mész, de a kamus kanzen, a kamu őslakossal, de nem baj, figyelj. Egy egész iparág épül Feri kirándulásaira már. Nem csak én viszem magammal őket is. Maga az utazási iroda is hamis volt, ahol befizettetek szerintem. Tehát azok még tegnap nem léteztek. Fölállítottak egy sátrat. Milyen magyarok itt vannak, gyertek, csinálj, mi vagyunk az utazási iroda. Egy gyorsan megismered fel azt a pultot, most te vagy a sámán. Igen, batukó, öltözzál, te leszel a sámán. Igen, ha valaki elmaradt volna, ugye Feri elmondta, hogy tegnap egy ilyen igazi ilyen dél-afrikai hamisítatlan... Hamisított, inkább igen, mondjuk igen, azt. Ilyen skanzenba látogattatok, igen, kiszállt az ember, levette az akóját, átöltözött, igen, lerakta az iPhone-ját, a kólát, beült egy kicsit, sámán nyelven beszélt két mondatot, majd visszaszállt a terepjárójába és elment. A fotók egyébként fönt vannak a Facebookon, emberünk egyébként őslakos ruhában, nagyon modern papucsban. Azt elfelejtett átvenni. De ami jó benne, hogy tök olcsó volt, mert 12 ezeret fizettünk fejenként. Az jó. Így, de volt benne egy ebéd, odavittek, belépődi, így van. Érted? És olyan jó csirkét már égettél? Mint krokodilt kihoztak. Jó, hogy szárnya nem volt, érted. Na, Justin Bieber lesz kit hangja, gyerekek, a Knight Riderből. Na végre! Mit végre? Ez fura, mert ez kicsit ahhoz hasonlít, mint ha mit tudom, mint lenne a Dallasnak negyedik része, nem? Vagy mit tudom, kit tett itt nálunk Chris Rudy szinkronizálná, nem? Hogy lehet Justin Biebernek kit hangja? Nem erről beszélünk, ne kapcsoljatok el már, mint aki utálja Justin Biebert, mi is nagyon szívesen így. Egyszer nagyon megvernénk. Ennek a csávónak van valami rettenetesen jó ügynökök, kipar magának ezt a sztorét. Hát én nem, más nem tudok képzelni. Tehát, hogy neki milyen, bármilyen szintű
előélete. Nem egy mély érett férfi hang voltak itt, aki beszélt a Michaelhoz? De, hát a magyar, én a szinkront ismerem, most a Justin Bieber, hogy ki volt előtte, azt én nem tudom. Uh-huh. Nézzük, hát, milyen kit lenni, Jani Csendő. Leginkább általános iskolás. Igen. Mert meg ezt csinálta. Meg ugye, hogy ment a kis, ment a kis fény, folyamatosan állandóan ezt csinálta. És, komoly, de, és beszélt is az egy Hello Michael, már is indulok, igen. És ez egy ilyen mély hang volt hello a magyar. Hello Michael, már is indulom. Hát most nem így fogja mondani, nem. Cső Michael, hello, mi a pálya, haver, már megyek is. Megvan a külföldi hang, csak hogy meg tudjuk. Igen, hallgassunk. I'm the voice of Night Industry 2000's microprocessor. K-I-T-T for easy reference. Gyerekek, jobb a magyar. Sokkal. Jobb volt a magyar. Sokkal jobb volt. De ő még a régi, ugye? I am the night automated roving robot. Car, if you prefer. I am the prototype of the car. Atya Isten. Én vagyok a prototípus. Ne nyomjál meg még minden gombot rajtam, légy szíves, jó? Fura. Annyira tud zavarni egyébként, amikor azon színészektől elveszik azt a magyar hangot, akit te megszoktál. Ne? Most már egyébként nem csinálják. Régen volt divat, hogy ide-oda sodródtak ugye a külföldi színészek magyar hang szempontjából. Most már ha valakit megszeretnek, vagy beválik, akkor általában a szinkron stúdiók azt az embert kérik fel. Nekem a Woody Allen volt a klasszikus, Kern. Ugye igen. Kern, és utána volt egy váltás egy pár film erejéig, már nem is tudom, hogy ki csinálta, és így nem értetted. Hogy ez meg hogy beszél? Halász Judy. És közben azért boldog, boldog, minden resztének elte. Igen. Kik voltak a nagy klasszikus magyar hangok? Voltál nagyon sok. Revicki Arnold. Revicki Arnold, így van. Én imádom. Nagyon szeretem, és marha érdekes egyébként. De Revicki nem Gábor. Revicki Arnold hihetetlen. Ez a Revicki Arnold, ugye, ilyen jó csinálta. Igen, és Schwarzenegger Gábor, döbbenetes. És a marha érdekes, hogy ők nem a tipikus példa, vagy ő nem a tipikus példája annak, amikor mondjuk olyan külsejű szinkron színészt is választanak, mert sokszor előfordul, hogy megnézitek, igen, hogy van hasonlóság a két karakter között. Mondhatnám például Eduardo Noriega Rákóczi Ferenc. Hát érte. Hát azért érte. És azért bocsánat, tehát hogy azért egy George Clooney, miért nem a Rákóczi Ferenc szinkronizál? De most én, miért nem a magyar George Clooney? Szállj már le erről, valaki ezt kitalálta, adjál már. Például George Clooney talán Szabó Sipos Barnabás volt, ugye? A vészhelyzetben szerintem de biztos. Aki neked kellene. Egyébként hát teljesen egyértelmű. George vagy. Bocsánat. Hozhatok egy kávét. Na, azt megcsináltam volna azt a reklámot. Fú, az de jó volt. Georgi fiúval. Tudod, ez a patronos hello. Kávé. Vagy azért, melyik volt ez a piás, amikor ugye bementem erre a női bulira. Igen, ment mindig. És nem engedték be nem soha. Nem elvették a piát, köszönjük szépen, az szellemes volt. Állt. Igen. Na, összeválogattunk mi is egy-két jellegzetes szinkron hangot. Ugye, hát nyilván a színészek azért egyrészt büszkék arra, hogy ők szinkron hangok is, és hozzájuk kapcsolódik egy-egy híres karakter, egy-egy híres színész. Ugyanakkor valószínű teher, mert hogy azért ők szeretnek ebből kilépni, és ha egy szinkron színész hozzá kapcsolódott egy szinkron hanghoz, illetve egy személyhez, akkor ő azért még emellett színész is, és szerintem egy idő után hátrány, hogy mindenkinek az ő teszi, hogy ja, te voltál, te vagy, te vagy. Ugye? Tehát gondolom, hogy egy idő után azért az inkább nyomasztó lehet. És nem tudom, hív a természet. Igen, például, igen, vagy hát tényleg nagyon sok mindenki van, aki ugye most már teljesen egyértelműen összekapcsolódik egy-egy színésszel. Hát nem tudom, én de a Kautskit látom valahol, azért nem jut eszembe a Tom Cruise. Ő régen volt, őt elvették. Igen? Igen. Igen. Akkor pont nem jut eszembe a most már a James Bond. Pont ezért vették el tőle. Ja. Nekem jutott eszembe. Ő nagyon sokáig szinkronizált a Tom Cruise szöbek között például, és most már egy hosszú ideje a Tom Cruise a Rékasi. Tehát a Mission Impossible meg az új filmek például Rékes, mert régen ugye talán a Becsületbeli ügy cég, stb. Koktél, ott viszont még a Kautsky Arman csinálta. De biztos, hogy van ilyen, hogy te hozzánősz színészként egyébként egy hollywoodi színészhez, és irigy vagy arra, ha egy szinkron rendező úgy dönt, hogy nem te, és elveszi tőled. Nem? Tehát egy idő után azért nyilván kialakul valamiféle kötődés. Miért nem én? Mind gondolkozom? Azt mondja, hogy Dörnernek voltak nagyon jó akciófilm. Bruce Willis, hogyne, többek között. Egy zseniális volt benne, tényleg. Tehát én imádtam. Nagyon-nagyon jól passzolt hozzá. És csak a szinkronrendező föl kell, és azt mondja, hogy ma ne ő legyen? Vagy, lehet, hogy más karaktert. Vagy más karaktert. Én utálom, amikor például a Bruce Willisnek megszokod a hangját, és nem a szeretett szinkron színészet kapja. Itt az eredeti szinkronhoz nem kapcsolódik például mondjuk ilyen plusz költség? Tehát, hogyha már le van szinkronizálva a film, az nem drágá mondjuk egy tévócsatorna számára?
amikor a mondjuk ő... De amit nem értek, amit most te mondasz, az újra szinkronizálás. Szerintem az ez anyagi darabig... okra vezethető vissza. De miért? Azt neki kell fizetned még egyszer, ha te le akarod adni. Tehát én egy tévétársaság vagyok, 82-ben szinkronizáltak egy filmet, én ezt most 2014-ben le akarom adni. Megőrülök annyi idegesítő, és tudod a dumákat a régi filmből, igen, és nem az ugyanaz. Új szinkronban nem azt ugyanaz van, és a szőr feláll a hátadon, igen. Na, arra gondoltunk, hogy mi is megszólaltatunk egy-két jellegzetes szinkron hangot, akik azért hangsúlyozom, nyilván nem csak szinkron hangok, hanem emellett kiváló színészek is persze, de hát hozzájuk köthető egy-egy nagy színész, egy-egy komoly karakter, és először itt van velünk, ha minden igaz, Kautsky Armand, jó reggelt kívánunk, hello Armand! Jó reggelt, sziasztok, hello! Oh, helya, Istenem, ez a hang! Hát igen, a nők nagy kedvence. Na, te voltál sokáig Tom Cruise, aztán elvették, ugye, tőled? Vagy hát nem is tudom, mi történt, de most már a rékasíja a Tom Cruise. Hát ennek az a rövid története, mennyi időnk van, hogy röviden elmondja, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a Cocktail című film bejött, én akkor végeztem a főiskolán, és akkor valóban egy casting volt, ketten álltunk Karcsival a mikrofon előtt, és egy tekercset én, egy tekercset ő megcsináltunk, és akkor a stáb szavazott és döntött, hogy kettőnk közül melyikünk legyen akkor a Cocktailban a Tom Cruise hangja. Én akkor megnyertem ezt a versenyt, és akkor valóban 10 évig ezeket a nagy emblematikus filmeket, a Becsületbeli ügy, ahogy említetted, a Top Gun-tól kezdve, ezeket a cég, ezeket én szinkronizáltam. Aztán valahogy az én hangom talán úgy megérettesebbet lett, vagy kicsit olyan idősebb lett, vagy öregebb, vagy nem is tudom. Egy picit nálam idősebb a Tom Cruise, de mégis a fejének, az arcának, a tekintetének van egy kisfiús bája, és ez be kell lássam, hogy Rékasi Karcsi hangjában több ez a fiatalos lendület vagy báj, és most, ahogy itt idősödünk, ő szokta már a Mission Impossible óta Tom Cruise szinkronizálni, a legkisebb ellenérzésem nincs. Én beleérettem a Pierce Brosnan karakterébe, aki egy kicsit idősebb. És ti azóta nem beszéltek a Rékasival egyébként? De hogy nem. Semmi konfliktus ebből nincs. Akkor sem volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondolom most sincs. De tőled mondjuk Pierce Brosnan már nem elvehető, gondolom, nem? Tehát, hogy az komoly féltékenységet váltana ki, nem? Ha valamelyik szinkronrendező úgy döntene, hogy akkor valaki másnak. Balázs, nincs szerződésem, ahogy mai divatos üzleti világban ezt szokták mondani, nincs szerződésem, hogy nekem kötelezőt szinkronizálni, sehol nem tudok fellebbezni, hogyha valaki másképp gondolja, de a józanész szerint, hogyha most éppen 2 napja voltunk a moziba, a legújabb filmjét néztük, amiben én voltam, igen, most úgy kötődik hozzám, tehát minden józan emberi számítás szerint, ha jön egy Brosnan film, akkor azt én szinkronizálom. Amikor betelefonálsz egy ilyen vízi közműszolgáltatóhoz, hogy miért nem küldték már a júliusi számlát, és picit el vagy maradva, és jöjjön valaki leolvasni, akkor így nem szoktak sikítozni? Vagy így, vagy akkor kicsit máshogy nyomod? Direkt, Bondúr, megyünk Bondúr. 26 óra rohadt unalmas lehet, ott vagyunk, ha indulunk, 0-0, hogy sietünk. Nem tudja megoldani, ja? A világ béke megy, a dugulás nem. A minap rendeltem egy ablakot egy ablakcseréhez, és addig nem volt hajlandó a számlát kiállítani a fiatalember, amíg azt nem mondtam, hogy a nevem Bond, James Bond. Azért mondom, hogy először vicces, 6-szorra nagyon, de amikor 26-szorra mondod, hogy vigyék már a hulladékkezelőre ide a szemetet, és azt mondja, nem, addig nem, amíg ki nem mondod. Addig azért van ebben egy kedves báj, sok minden kötődik az én hangomhoz, sokkal kellemetlenebb, amikor a hívott szám nem kapcsolható című mondatot kell tényleg számtalanul elmondani. Egyébként tényleg, de jó, hogy mondod, hát mi is egy csomószor hívjuk a naphallgatóját, és köszönünk neked, hogy hello Armand. És én mindig visszaköszönök, ugye? Nagyon rendes vagy. Hello fiúk, igen, visszaköszönsz nekünk. Mi a kedvenced? Melyik a kedvenc hangszereped, szinkronszereped? Hát talán ami színészileg a legnagyobb kihívás és a legnagyobb boldogságot jelentette, az Angol Beteg című film volt jó pár évvel ezelőtt. Én amikor megnéztem a moziba, akkor azt mondtam magamban, hogy Istenem, bárcsak én szinkronizálnám, mert olyan csodálatos ez a film, olyan nagyszerű ez a szerep. És akkor 2 hét múlva csöngött a telefon, és hát ez nagyon nagy boldogságot jelentett. De igazából mindig az az ünnep, és mindig az a nagyon, nagyon klassz dolog, hogyha jó színészt szinkronizál az ember is. A film tulajdonképpen mindegy, de a színész legyen jó. Annál nincs borzasztó. És aztán amikor megnézted magadat az angol betegként, ugye a moziba, akkor nem kiabáltak hátra, hogy jó van, maradj már csöndben, amikor felállt. És megmondta, ugye? Ugye, hogy rohadt jó vagyok? Na! Kautsky! Ülj már le, légy szíves! Légy szíves, nem látom!
Hát nem. Na jó van. Örülünk, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Köszönjük Köszönöm szépen. Szépen szervus, vigyázz magadra. Ilyen. Köszönjük szépen. Kapsz ki arra. Ciao. Hello. Szegények neked, amekkora áldás, akkor a teher is ugyanakkor, nem? Addig nem adom oda 007. Fú, de utána. Anyas mellékről hív. Na, megyünk tovább, vannak még szinkron színészeink is. Ki a következő, kit hívunk? Na, egy hölgyet hívunk. Szerintem nem is, nem mondjuk a nevét, kíváncsiak, hogy kitalálják a hallgatók, jó? Hogy ő kit szinkronizál. Aki először megírja, hogy kinek a magyar hangja, akkor kap egy ajándékcsomagot, jó? Itt van már? Halló, jó reggelt kívánunk! Direkt nem mondom a nevedet, hello! Jó reggelt, szervusztok, jó reggelt! Na várj, ebből még nem. Itt van, igen, hallunk. Nem, csak azért nem akarlak felvezetni, mert csináltunk hozzád egy játékot, hogy aki először megírja. Igen, hallottam az eseményeket, igen. Igen, csak azon mondom, hogy most miért fegyek. Hát lehet, hogy telefonon. Hányszor voltál ebben a szerepben, mert te tudod, hogy én mit kérdezek, körülbelül a hányadik filmetek együtt? Hát ezt megmondom őszintén, nem gondoltam bele, nem számoltam én még ezt össze. Fogalmam sincs, nem tudom. Hát 10. biztos, 15. valahogy így. Meg hát a sorozat. Na, még igen, mindig és semmi. Ott van a sorozat is. De várj, még várjuk az SMS, mindjárt megírja valaki, szólok, ha bejött az első. Egyébként azon gondolkozom, hogy a csaj a végére kezd jó színésztő lenni. Tehát mindig ilyen hülye végjátékokban játszik, és most van a filmek. Hogy a végére kiderül, hogy ő egy jó színésznő egyébként. Igen, mondhatni, igen. Te hoztad fel. Még mindig, semmi. Megjött, Mónika, ennyi jött, hogy Mónika, igen, Mónika? Abszolút. Na ez nem stimmel, ez valahol nem stimmel. Az, hogy Mónika, ez nem jó. Az nem, de ezért mondom, hogy jött egy, igen. Na jó, Ági különben. Igen. Jönnek a tippek egyelőre, tippelgetnek a hallgatók. Na, de nem mondjuk el. Azon kívül te voltál másé is, ha jól tudom, ugye? Tehát Reese Witherspoon-t is csináltál, vagy szinkronizáltál. Többek között, neki sincsenek túl. Neki melyik filmjét csináltad? Hát sokat csináltam. Például azt, amikor ő kapott Oscar-díjat, és nem a férfi főszereplő. Most mondjam, vagy nem mondjam? Nem is igazán tudom. Mondhatod? A nagyon jó, megjött egyébként a megfejtés, a Jennifer Aniston-t küldték el, így van, a Jennifer Aniston-t küldték most már egészen sokáig. Ezt inkább utálod, vagy ez egy kellemes teher? Mert Zarmanddal beszélgettünk, ő mondta, hogy egy 6-szor, amikor el kell mondani a vízi közműnél, hogy 007, akkor már baromira unja. Hogy jó, felsikítoznak a hangodnál? Felsikítoznak, igen, ez nap mint nap előfordul, hogy megszólok a közérben, vagy kérek egy kiló kenyeret, vagy valami hasonlót. És akkor ugye maga a hangja a Jennifer, nem is azt szokták mondani, hanem a, hogy hívják a jó barátokban a... Rachel, ugye? Mondom, igen, kicsit akkor zavarba jövök, de ez egy nagyon kedves dolog, mert ők olyankor nagyon örülnek. És ez nagyon jól esik nekem. Az sajnálom, hogy nyilván hazamennek. Nem a színházi munkáim alapján ismernek fel. Ez egy kicsit fájó egy színésznek, de így is nagyon jó, és így is örülök neki. Na, de hatalmas élmény annak, akivel találkozol, mert ott hazamegy és elmondja, hogy tudod, kivel találkoztál, tudod, kivel? Hallod Jennifer Anistonnal? Figyelsz, élőben igen. Sokkal jobban néz ki az a csak. Igen. Azért az nem, ez így ebben a formában nem lehet kellemes. Ugye ti sokszor nem is látjátok egyben a filmet, ez számomra mindig meglepő, hogy nem áll össze a történet, tekercseket kaptok, azt úgy valahogy elkezditek szinkronizálni, és aztán ha megnézitek moziban, akkor tudjátok, hogy valójában mit szinkronizáltatok. Nem? Hát, hogy valójában miről szól az egész film. Hogy valójában igen, miről szól a film. Jelenet, ismerjük, amikbe benne vagyunk, ugye. Igen, értem szóval, hogy azokat tudjuk, hogy mi a jelenet, meg miről szól, amiben a szereplőnk szinkronizál, de az egész filmet nem ismerjük. Igen, ezt sokan nem tudják, azt gondolják, hogy a szinkron színészeti munka eleje, vége, szépen leszinkronizáljátok az egészet. Fogalmatok nincs, mondjátok a szövegeket, hozni kell a formát, de sokszor nem is tudjátok, hogy alapjában a filmben mi történik. Jól van, igen. Megírták, úgyhogy adunk majd egy ajándékcsomagot. Kitaláltak ám sokan, nagyon sok SMS jött. Úgyhogy azért ez is abszolút jellegzetes. Ági, nagyon szépen köszönjük, puszilunk, megyünk tovább. Vigyázz magadra, jó munkát. Kőkényesi Áginak. Köszönjük szépen, ciao, hello. Abszolút megismerhetőek. Nem? Igen. Értelmes főnökökben. Szeretném. Fogadjunk azért, mert levetkőzött. Jó, de az a színészi munkának a része. Tudod, mennyi alázat kell ahhoz?
nem a mellét bámulta, érted, a Jani se. Az ági hangjára koncentráltam. Na, még egy ajándék csomag annak, aki először megírja? Kit várunk, mert most nem volt tiszta, hogy a magyar szinkron színész nevét várjuk, vagy a karakter nevét. Karakter. Akit ő szinkronizált. De hát, ha több karaktert is szinkronizált, akkor melyiket várod? Jó, akkor a magyar nevet várjuk, jó? Aha, akkor a színésznek a nevét a várjuk. A nevét várjuk, jó? Most direkt kértük, hogy ne szólaljon meg azon szólaljon meg egy bizonyos hangon, de ne szólaljon meg a saját hangján. Aha. De akkor jó nekünk, akkor ha a magyar szinkron színésznek a hangját vár, vagy a nevét várjuk. Igen, ugye? Tehát a rendes nevét. De vagy azért az nagyon okosak vagyunk. Mondjuk ötszinte szinte nem fogjuk hívni, de György Willis. Halló, jó reggelt kívánunk! Szervusztok kis pöcsök, mi újság? Ez az? Szeretem! Hello, ja, egyébként Morning Show, kapok ajándékot. Az első ajándékcsomag a tiéd, igen. Na, hello! A szinkron színészek egyébként korán kellnek, vagy neked ez egy korai időpont, ez a 4:30 után 4 perccel? A szinkron színészek nem tudom, mikor kellnek. Én a munkától függ. Igen. Munkától függ. Természetesen az ember, ahogy öregszik, egyre nagyobb a kihívás, hogy reggel megtalálja magát a lakásban, több időre van szüksége. De a munka, és a jó munka, az mindig predesztinálja az embert. Felhozza, és nem probléma. Halló, na, te mióta vagy? Igen, egy kicsit lassabb a vonal, de ez nem azt jelenti, hogy unalmas, amit mondasz, csak kell egy másodperc, amit tudunk erre reagálni, mert ugye 9000 kilométerre vagyunk Magyarországtól. Figyelj, de mennyire forsz össze egyébként magával a színészed, hogy egy kedvelhető palinak tartod, érdekel, megcsinálod 15. film, vagy van valami, ami mondjuk, hogy Nicolas Cage-ben téged vonz, követed, várod az új filmjét, és most nyilván nem egzisztenciális szempontból, hanem mert mondjuk a pali kedvelhető. Van ilyen? Hogy az ember magát a karaktert, vagy a színészt megkedveli, megszereti? Vagy közel? Abszolút, és ugyanígy van, mondjuk a Nicolas Cage-jel is így, vagy Anthony Edwards-szal voltam így, a Vészhelyzetben, mint Green Doctor. Igen, a Green Doctor, így van. 8 éven keresztül szinkronizáltam őt, és voltak nagyon komoly és megható pillanatok. Például az utolsó filmet, azt neki ajándékozta a stáb, amiben elbúcsúzott a stábtól és magától a mozitól, és az egy nagyon-nagyon-nagyon megható és nagyon mély gondolatokkal. Meg egy embernek a valójában, hogy hagyja itt a világot, a rajza volt. De Nicolas Cage-el is így vagyok, csak mostanában olyan Pitláker filmeket csinál, ez a varázstanonc, meg lángoló fej, meg motoros, meg minden, de hát van az a 40 millió dollár, ugye, amit ki kell fizetni az adóhivatal felé. És gondolom, hogy igen, ez számolom és rejti, hogy nagy hollywoodi színészek, akik 20-30 millió dollárt kapnak egy filmért, egyrészt hogy van adótartozásuk, kettő, hogy adósodnak el? Na most Nicolas Cage éppen igen, az eladósodás határán van. A Cage-nél tudni kell azt, hogy piramist vásárol, meg mindenféle őrültségeket. Szóval ja, hát igen, kastélyokat várakat. És hát ezért az ugye az sok. Igen? Mondjátok. Csak azt olvasom közben a hobbiaid között, hogy te szeretsz műlegyezni a barátaiddal. Nagyon jó. Imádom, jó. Igen, ez egy szerintem a horgászat királynője a műlegyezés. Annál fantasztikusabb dolgot nem tudok elképzelni, amikor állsz egy sodró patakban, azt se tudod, hogy hova lépsz, kristály tiszta, de mégis a fénytörés miatt máshogy látod a mélységet. És az általad készített műléggyel, műbogárral, kapásra ingerled azt a pisztrángot, aki 5 éven keresztül, amíg él, egy sodrással szemben tölti a napjait, iszonyatosan koncentrál, hogy minden falatért meg kell küzdeni, töltör a mélyből, megnézi a csalidat, bekapja, majd kiköpi és visszamegy. Szóval, és hát ugye... De ezt hogy lehet csinálni egy kézzel, hiszen a másik kezeden mindig ott van Mr. Garrison kalapúr, ugye? Igen, azon kaptad már magad, hogy női ruhák között kezdtél el turkálni valamelyik bevásárlóközpontban, és klipszeket próbáltál föl? Megmondom őszintén, hogy ezt még nem fedeztem fel, de ami késik, az nem múlik. Csak az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy kicsit szóval az én ízlésemtől elkanyarodott, és semmi problémám nincs a mássággal, de talán mondjuk erős vonal az ő szemlélete a világról és a
a környezetéről, ahogy elment egy golfáramlat felé úszni. Igen. A csillagok háborújában kit szinkronizáltál? Én vagyok benne az aranyember, a 3CPO. Tényleg? Igen. Kastán, figyelj, tudom, hogy utáljátok. Kastán, megmentőm. Igen. Jézus Mária, de nagy. Jót annyira változtatni kellett a hangot. És akkor születtem konkrétan, amikor ez a film ez megjelent. Hát ez mindenkinek a magánügye sajnos. Igen, ez a mi keresztünk. Igen. Isten. Na, figyelj, én tudom, hogy utálod, de nekem van egy kedvenc filmem, ezt én nem tudom kihagyni. Amikor a Nicolas Cage és a John Travolta, egyébként egy John Woo filmben, és ez egyik szerintem a legjobb filmjük együtt, az Állarcban, igen, ők ugye arcot cserélnek. És ott a Nicolas Cage, mint rossz fiú, felszállt a repülőre, és a steward ezt az ölébe ültette. Hát és az egy szenzációs rész, amikor ugye megérkezik fegyvere, beül az ölébe, és mondja a stewardessnek, hogy mit mondja, hogy barackot, imádom a kopasz imádom, barackot. Emlékszel erre? Imádom a húsos barackot. Hát ja, úristen. De gyönyörű, és utána szépen felszállnak ugye a magánrepülővel, és közben érkezik a Travolta, mint rendőr, és közben arcot cserélnek. Igen, az igazsághoz hozzátartozik, hogy jó párak kérték már ezt tőlem, hogy búgjam a fülükbe, sőt, férfiak kérték azt, hogy egy éjszakára adjam kölcsön a hangomat, és mondom, hogy gondoltátok, hogy befekszem az ágyal, és ágy alá is, mint Cyrano beszélek, nyögök helyetted? De például kérik azt is, hogy tedd vissza a nyuszit a dobozba. Ezeket az ember úgy jó pofaságból megcsinál, de nem jellemző. De nem jellemző, kultikus mondatok. Igen, hát ez az imádom a húsos barackot, igen. Az a film egyébként jó, az kedveled? Tehát az egy jó film, igen, és hogy látjátok, hogy milyen furcsa és milyen érdekes, hogy megelőzte a korát, és hogyha most belegondoltok, az életben is megtörtént ez, hogy kaptak emberek új arcot, mert valami történt velük, valami tragédia, és kaptak egy új arcot. És ez egy fantasztikus, és ez történt a filmben. De ha már itt beszélgetünk szinkronról, akkor ne felejtsük el, nem tudom mennyi időtök van, a Brian életét, ahol én az anyját szinkronizáltam. Jaj, de jó! És ezt tudom nektek hozd mondani, fiúk, hogy mindig csak a szex! Én ekkora klasszik, sem mindig csak a szex, igen. Úristen, igen, de jó volt. Igen, de jó volt, igen, az igen. Hát szóval... igen, tökéletes abszurd. Hát ez 40 éve csinálom ezt most már lassan, és nagyon sok filmmel találkoztam már, jó színészekkel is. Általában most már, talán annyit tudnék még mondani is kapcsolódva az Armandhoz, hogy sajnos nincs semmiféle jogvédettségünk. Tényleg az van, hogyha egy szinkronrendező úgy gondolja, hogy most unom már ezt a hangot, próbáljuk ki mással, vagy valamiért ő a kedvence, és mondjuk én nem, és bepróbálkozik ilyennel, de bizony-bizony én kaptam visszajelzéseket, például a Garrison tanár úrral kapcsolatban is, hogy jaj, hát tanár úr, hát miért nem maga csinálja, és akkor most nem fogom elmagyarázni, hogy miért nem, hát mondom, így alakult. De tud idegesítő lenni az embernek. Én szeretőként, ha beül a moziba, várja, már várod, hogy megszólaljon, és nem az a hang, és az ember azon tényleg kiborul, hát azért ez így összenő a fejekben. Egyszer előfordult velem egy ilyen, azóta se járok abba a szinkron stúdióba, nem hiányzik, és ebben nem az a bosszantó, hogy másra gondoltak, hanem az a bosszantó, hogy föl se hívtak telefonon. Mert ugye lejárnak a jogok, és újra kell szinkronizálni filmeket. Annak örülök egyébként a legjobban, és itt mint csak céljegyzetként megjegyzem, hogy a Cefirelli Rómeó és Júlia című filmben én vagyok Rómeó hangja. Ami hát ugye hát közel 30 éve készült. És még mindig nem szinkronizált. Tessék? Az egyik legszebb. Igen. Azt mondom, csak az egyik legszebb Rómeó és Júlia szerintem. Igen, így van, és abban én vagyok Rómeó hangja, és hát szerencsére ideig még nem szinkronizálták újra. Remélem, ezzel nem adtam senkinek se ötletet. De most, hogy ezt kimondtad, valaki rácsapott az asztal, és azt mondta, igen, de jó. Csináljunk egy újat, igen. 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 Hát nagyon szépen szóval... köszönjük, hogy itt voltál. Jó volt ezt hallani. Bocsánat, akkor csak még egyszer, Morning Show, igen? És figyelj Balázs, lenne egy kérésem, hogyha jó áron fut az arany kilója, hoznál egy másfél kilót? Fene se tudja, hogy mi van.
De megszórjuk gyémántal, mert az is olcsó. Hozzuk, hozzuk. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Józsa Imre, köszönjük szépen. Ciao, hello, köszönjük. Imádnivaló, Pali. Óriási. Nem? Helyes. Óriási. És hogy ilyetetlen, hogy mindig valahogy, mindig ugyanoda visszakanyarodik. Hát ugye Brian életében azért mégiscsak összefeküdt egy római századossal, aztán később pedig Mr. Furkóval a South Park. Valahogy mindig. Igen, igen. De az a John Woo féle, imádom a húsos barackot. Meg ő nem az egyhangú szinkron színészek közé tartozik, akihez egyetlen karakter kapcsolódik, hanem számtalan. Most a C-3PO-t valljuk őszintén, egyikünk sem mondta volna, bármeddig gondolkodunk rajta. Viszont ahogy megszólalt a hangján, abban a pillanatban beugrott Jenny. Igen, azt én is elfelejtettem. 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:10 lesz pontosan, vagy már múlt is 3 perccel, tényleg egyszer megtanulom már az órát. Itt vagyunk, és nálatok van most a jó idő, nálunk a rossz. Jó, nem lehet mindenütt jó. Nem lehet mindenhol jó. Itt igen, most 15 fok van jelen pillanatban, de ami sokkal fontosabb, hogy milyen idő van nálatok. Mármint, hogy Magyarországon hétvégét nézem, jó idő lesz, meleg lesz, és itt az igazi indián nyár tulajdonképpen. Mondtuk egész héten ezt a 25 fokot, mindenki emlegetett bennünket, hogy nem mondjuk, mert nincs annyi, de most tényleg lesz. Hétvégén jó idő lesz, úgyhogy megérkezik az indián nyár, amit olyan sokan ígértünk. Beszélgettünk kora reggel arról, hogy ki mit hagyott már egy taxiban, egy angol cég végzett egy felmérést, és kiderült, hogy egy városnyi mobiltelefon maradt már az angol taxikban egy év alatt. 200 ezer elhagyott mobiltelefon keresi a gazdáját. Ezen kívül banán, felfújható banán, kutya, NATO vezető aktatáskája, 400 csomag zselét, cukor és 100 ezer font került elő. Arról beszélgettünk, hogy mi hagytunk-e már valamit taxikban, és hát taxisok írtak nekünk, hogy ők miket találtak már autóban. Egészen elképesztő dolgokra akadtak egyébként. És aztán megvitattuk a becsület kasszát, mert hogy egy magyar palacsintázó, ez egy budapesti palacsintázó, igen, ugye? Igen. Úgy döntött, hogy becsület kassza alapon süt palacsintákat. És hát egyszer már bezártak. Hát egyelőre nagy siker, igen. Mert hogy sokan járnak oda fogyasztani, viszonylag kevesen fizetni. Igen, aztán arról beszéltünk, hogy ez vajon egy magyar sajátossága, hogy egyébként Magyarországon ezek a becsületkasszák nem nagyon működnek, megfejtettük, hogy szerintünk igen, és kiderült, hogy más országokban viszont abszolút jól működik, Ausztria, Németország, Svájc, kirakják, berakod, nem tűnik el a gyümölcs, nem tűnik el a tálca, sőt, mi több, még a szék is ott marad, és az emberek fizetnek, úgyhogy megállapítottuk, hogy a mi fejünkben van a gond. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 2 perc múlva 10 óra, Móni, hogy örülnek a Mónik, nem? Saját sótok van. Igen. Ismét. Gyerekek, hát a stúdióba gyűlve mindenki, egy hatalmas, egy virtuális ölelés, Anna, Ákos, Csabi, Báli, Szevasztok! Mi ez a Petrezselyem, Jani előtt? Mi az, hogy nem hallgattad az adást tegnap, Csabi? Hát meg kell mentenem az életüket, mert dioxin van a szervezetükben. Így van. Füst miatt, és ez csak a petrezselyen veszi ki. Ez igaz, hogy koriander, de ez ne érdekelje senki. Azt hittem, hogy ezzel akarjátok imitálni a dzsungelt, mert nem sikerült. Ja, nem, de Gábor elmondta, hogy együnk sokat ilyet, mert hogy felhalmozódott a füst a szervezetük. De olyan helyesek vagytok, hogy így begyűltök tényleg. Ákos is megjelenik, Anna is az új friszkójával, Csabi is. Tehát, hogy mi is itt integetünk egymásnak, bíztatjuk egymást, nagyon jó. Én mondjuk milyen leessem a pultról, annyira fáradt vagyok az asztalon. De nagyon helyesek vagytok. Mi újság otthon? Megjött a jó idő? Átküldtük oda? Kösz szépen. Aha. Meg. Akkor meg. Szóval igen. Szépen válaszoltál, Csabi. Igen, akkor meg. Mert itt most képzeljétek, bármilyen fura, 16 fok van, egy ilyen kis jeges északi szél így fújdogál, egészen fura így Dél-Afrikában ilyet tapasztalni a tegnapi 36 után. Figyelj, lesz borús a reklám alatt egy percünk, akkor majd sajnálunk titeket, jó? De szemét! Jól mondja. Na menjünk csak haza. El kell kapni. Viszont hoztam jó nektek van, valamit. De jó, jól vagytok. Beszéltetek igen? A szinkronról, és hoztam nektek valamit. Szerintem ezt is fel fogjátok ismerni. Ha megszólal, remélem. 3 év magánzárka. Előtte meg a McNeil. A McNeil tényleg olyan durva? Érdekli a büntetést? Várj, én mondom neked a filmet is mindjárt. Vissza akar kerülni? Volt már dolgom pár olyan bandával, akik alig várták, hogy visszadugják őket. A végvári meg a kulka, ennyit segítek. Elég töketlen bandák lettek. Volt minden. Mondom, nem mondjátok meg, léci. Szemtől szembe. Azaz! Azt a mindenit! De jó vagyok! Most megöltem volna magam, ha ezt nem én találom ki. Tudtam, itt volt.
mikor leülnek egymásra szembe, ez nem így van, az? Van, ez van, van, az éttermi jelenet, van, a kávézós jelenet, a filmtörténet egyik legnagyobb jelenete, Robert De Niro, Al Pacino egy asztalnál. Két hosszú kávé, az egyikük cukor nélkül kérte, a másik pedig édesítővel. És nagyon javalmás, mikor mindenre emlékszem a filmben. Együtt, szemtől szembe, mindig az egyik háttal ül. Azért az nagyon nagy. Gyönyörű. De jó volt. Érzed, hogy ennek a jelenetnek, igen, ennek a jelenetnek az a története, hogy Michael Mann azt mondta a színészeknek, hogy, illetve pontosabban nem is a Michael Mann mondta, hanem az Al Pacino és a Robert De Niro kérte, hogy ezt egyetlen egyszer vegyék föl. És nem próbálták el a jelenetet, semmiféle szövegpróba nem volt, megérkeztek, berendezték úgy, hogy ne kelljen snittekként fölvenni, lerakták az összes kamerát, és egyetlen egyszer csinálták meg a jelenetet. De ott ültél valami szomszéd asztalnál, vagy honnan tudod te ezt így? Nem, hát ez egy nagyon híres, vele Michael Mann. Ez ja, egy nagyon híres jelenet, és egy nagyon hosszú jelenet egyébként, és ugye ezt körülbelül egy fél nap ennyit fölvenni szemből, hátulról, ansnit, stb. És azt kérték a színészek, hogy ezt egyszer hajlandóak megcsinálni, mert ők abban hisznek, hogy a köztük lévő kémia annyira működik, hogy nem veszik föl többet. És leültek, és egyetlen egyszer így az egészet elmondták. Zseniális. 100 ember ott ült szájtátva, és nézte, hogy a két nagy ágyú, hogy egymás lejátszva tulajdonképpen mit csinálnak annál az asztalnál. Zseniális jelenet. Amikor ugye a rendőr és az üldözött találkozik, és megbeszélik, hogy egyikőjük sem ért semmi máshoz, valamelyikőjük egészen biztos, hogy ebbe a sztoriba belehal. Igen. De nem fognak változtatni. És egyszer vették föl a jelenetet. És mondta Michael Mann, hogy élete legszebb jelenete. Hát gondolod, a két ilyen nagy ágyú. Haverok, nem haverok, gondolom. Nincsenek rosszban, utána játszottak még egy-két közös filmben, szegények nagyon rossz filmekbe tették őket össze, de ez egy nagyon régóta várt jelenetük. A Keresztapában voltak, csak nem volt közös jelenet. Nem volt közös jelenet. És ez egy hosszú-hosszú évtizedekig mindenki várta, hogy legyen egy Robert De Niro, Al Pacino jelenet, és mégis Michael Mann a Szemtől Szemben című filmmel összehozta őket. Zseniális jelenet, az egész film, imádom. Fú, nagyon jó. Val Kilmer, minden. Na jó, abban vagyom. Mi újság? Aha, amúgy veletek mi, ha még veletek az időt. Amúgy már régen van a Kívánság műsornak is, de köszönjük szépen a filmtörténeti bemutatót, vagy beszámolót. Nem, imádom, imádom ezt a filmet. Hívjuk a Nap Hallgatóját gyorsan, jó? Anna, tárcsázzám. És ne üldögéljél a civike. Persze, ne, meló. Ne, itt, itt meló van. Van receptünk, Feri? Hogy ne lenne? Ne, na, persze. Na, kudu, nagyon... hogy van benne koriander. Na, nincs benne, nincs. Kudu, nagyon, tényleg, nagyon híres. Igen, kudu húsért kellene mennetek a piacra, egy nagyon híres régi törzsi. Majd mondom, hogyha felvette. Most megnézem ezt a filmet. Mikor? Nem tudom. Szép kérdés, mikor? Soha. Lehet, hogy a Kautsky lesz ebből, nem? De jó duma, szép. Vása, várjuk meg a hangpostát, lehet. Ákos, akkor te vagy a nap hallgató. Jó, oké, nincs. Jól van, Csabikám, de remek zenék? Hozom nektek James Bluntot, 17 nap múlva koncertezik Budapesten, és néhány hete bemutattunk egy vadi új dalt a Kívánság műsorban, When I Find Love Again, ezt megmutatom még egyszer, és ehhez készült egy klip, amit majd hétfőn premier előtt csak a Klassz honlapon lehet nézni egy napig, mielőtt még kikerülne a nagy tévékhez. Megőrülünk. Azt a mindenit. Na, mi a recept, Feri, mit hoztál? Szépen egy ősi zulu sütési módszert eleverítünk fel. Ez a szilikonos sütőpapírban való sütés, mert ezt már ők is használták. Nagyon aranyos kis csomagokat lehet, vendégváró ilyen csomagokat lehet csinálni. Én halat csináltam benne, de lehet krokodilt, ami ugye csirke. Tehát mindenre alkalmas, úgyhogy ezt mutatom meg, és már szerintem fönn van a Facebookon körettel együtt. Én halat csináltam, de aki nem szereti halat, ez egy csirke mellett is. És az a lényeg, hogy ilyen sütőpapírból csinálsz egy nagyon aranyos kis csomit, odaadod a vendégednek, és mindenki saját maga bontja ki, meglepi, és az összes aroma benne marad. Nagyon gyorsan süt, nagyon kevés olaj kell bele, tehát még nem is hízlal. Tök jó, Balázs megnézi a Szemtől Szembet, én meg megcsinálom ezt a szobámban. Megvárom. Igen. Gyerekek, annyira összefolynak itt a napok, hogy konkrétan elfelejtettem, hogy péntek van. Az minden van. Nap percről perce. Itt a hétvége! Végig dolgozhatjátok! De jó. Puszilunk benneteket, jó? Sziasztok! Anna, sziasztok! Jó hétvégét, jó forgatást! Nektek is, Puszi Csabira, kívánságműsorral 555-55-00, szép, ez a kívánságműsor, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt már a Morning Show, egyenesen Dél-Afrikából.